Jó reggelt kívánok a nézőknek! Első körben nagyon meg szeretném köszönni a Bonum TV-nek, hogy fogadott itt minket, és a következő több mint két órában a Háló Katolikus Egyesülettel fognak megismerkedni. Olyan formában, amit most jelen pillanatban lehetővé tesz a helyzet, hiszen lesznek azok, akikkel itt találkozunk a stúdióban, de lesznek olyanok, akikkel online, a Zoom segítségével fogunk beszélgetni. Jelen pillanatban hárman ülnek itt velem a stúdióban. Szeretném bemutatni Puhár Zoltánt, aki a Háló alapító tagja, Szejbert Andrást, aki jelen pillanatban is a Háló vezetőségébe tartozik, illetve Sön Györgyöt. Köszöntelek benneteket, és első körben én Zoltánt kérdezném meg arról, hogy miért Háló, hogy alakult, hogy jött ez az ötlet, hogy legyen egy Háló. Tulajdonképpen jó Isten, nagyon sok mindenben mozgatott minket, és nagyon sok minden úgy alakult. Én azt gondolom, barátaim ezzel egyet értenek, hogy ő akarta, és hál' Istennek, nem úgy, ahogy mi. 1988. májusában Blankenstein Miklós megszólított, hogy ráérek-e egy szerda délelőtt. Hát, ha Miklós hív, én ráérek, és kiderült, hogy a hely, ahova mentünk, az a Hazafias Népfront székháza volt, Posgaival, Orbán Viktorral, Kövér Lászlóval, Gyurcsány is mellesleg ott volt, de ott voltak a Fabinyi püspök urak, persze még fiatal evangélikus lelkipásztor volt, a reformátusok, a cigányok, sok minden, tehát mindenki, aki hát Magyarországon valamilyen módon fiatalokkal foglalkozott, és tulajdonképpen azt gondolták, hogy ez lett ebből a Magyarországi Ifjúsági Szervezetek Országos Tanácsa, amiben Stumpf István lett a vezetője, hogy nem csak a KISZ képviseli a fiatalokat, hanem ott vannak a katolikus bázisközösségek, kisközösségek, hát ott jóval nagyobb számban, és a többi hasonló formációk ott is jelen vannak, és egyből egy ilyen ifjúsági parlamentet lehet csinálni, hiszen azt, hogy mikor lesz Magyarországon szabad választás 88 elején, hát azt még senki nem gondolta. És akkor ez alakult, és tehát így a katolikus ifjúsági mozgalomnak lettem én a világi vezetője, és utána próbáltam barátaimat megszólítani, hát például Szejbert Andrással néhány hónappal később találkoztunk, és így tovább, és több komoly munkacsoport működött. Nagyon kevesen tudják, hogy az alternatív katonai szolgálatot mi kezdeményeztük, de ugyanakkor a különböző keresztény iskolák kialakulásában is, például a Mária Remetei Ökumenikus Iskola részében, kialakulásában én is többek között részt vettem. Igen ám, de a politikai változások viharosan, gyorsan haladtak, és hát nem sokára meg lett az ellenzéki kerekasztal, és a fő terület az nem az ifjúság területén volt, hanem a nagypolitikában, és abban mi néztünk, hogy akkor tulajdonképpen hol is a mi helyünk. És azt láttuk, hogy ez a újfajta kezdeményezés, ahol mi megszólítottuk tényleg valamennyi nagy lelkiségi mozgalmat, de akkor ez még Magyarország volt, a nagy városokat, Pécs, Szeged, Szombathely, Debrecen, innen mind voltak barátaink, akik eljöttek. Tulajdonképpen az a közéleti üzenet, amire a katolikus ifjúsági mozgalom létrejött, tulajdonképpen a gyökerei hiányoznak. Tehát nincs egy belső párbeszéd a katolikus közösségek között. Hát ez lett aztán a Háló, a katolikus közösségek hálózata, amit 1990-től indult. Tehát tulajdonképpen a Háló, én megnéztem a levelezésemet, tehát előtte már majdnem egy évvel mi már ezt nagyon jeleztük, hogy ebbe az irányba látjuk a jövőt. És akkor ez gyakorlatilag 1990. március 15-én, itt ide nem messze az Örök Imádás templomban volt az első találkozó, ahol már Sebesén Ottó is ott volt, és Gergely István, a tiszti, aki akkori, hát igen, nehéz körülmények között, hát tényleg félelmet nem is verve, de egész észak utazva velünk voltak, és hát ezzel kezdődött a Háló. Aztán ez később tovább alakult. És maga a név? A Háló. Ez a hálózatból jött. Hálózat. Ugye ez egy picit, nyilván van itt egy átvallás, egy háló, de tulajdonképpen itt ez fontosnak gondoltuk, hogy mi sem egyfajta politikai hálózatra nem gondolunk, sem hát pókhálóra, ahol a Huncut pókmester valahogy becserkészi az ártatlan legyet, hanem mi azt gondoltuk, hogy ez a krisztusi, a bibliai, szentírási, újszövetségi háló, ahol emberek halászaivá teszlek benneteket, és ez végigkísérte azt gondolom az egész háló történetét. Mindig is azt gondoltuk, hogy nem halat kell adni az embereknek, hanem hálót, amivel aztán ők halat fognak. És tulajdonképpen amit nagyon az idő és a Jóisten vezetett minket arra, mi ezt először főleg Magyarországra gondoltuk, de kiderült, hogy a Jóisten nem itt szár nekünk helyet, hanem a Kárpát-medencében, és hát egyre jobban a határon túlra helyeződött ennek a hálónak a súlypontja, és hát tulajdonképpen sokkal többen voltak a határon túliak, és azt gondolom a barátaim is ezzel egyetértenek, hogy mi egyre többet tanultunk tőlük, tehát akkor, amikor mi, hát mondjuk úgy mondtuk, hogy portyázunk, és hát
több száz ilyen portján vettünk részt, faluról, falura, Szolványtól, nagy találkozóik, hát erről szintén aztán egy külön műsort lehetne csinálni. A Dandrás kérdezem erről, hogy... Igen, hát ez gyakorlatilag így szövődött, okozódott a háló, jó Isten akarata szerint. Annyit hagyj kérdezzek meg, mert itt mondtad, hogy hogy alakult, hogy jött az ötlet, hogy azt azért hangsúlyozok ki, hogy a mai napig is egy nagyon is civil szervezet a háló. Annyit még kérdeznék, hogy mi volt a cél, hogy egyéneket vagy közösségeket érjen el a háló? A cél az volt, hogy meglévő közösségeket megszólítson és közöttük kapcsolatot építsen, amiben egy picit változott, hogy nagyon sok felé azt a, hát mi itt a minnyáján valamilyen kis közösségből jövünk, én a Szürke Barát közösségből, ami 1972 óta most is töretlen lendülettel működik. Tulajdonképpen azt a modellt mutattuk be a határon túli barátainknak, akik ezt nem igazán ismerték, vagy csak részben ismerték, itt is voltak különbségek régiók között, hogy tulajdonképpen lehet így, tulajdonképpen ahol mi tulajdonképpen szervezzük, jövünk természetesen a papsággal és a klérussal együttműködve, de tulajdonképpen ezek a fiatalok, akkor persze mi is fiatalok voltunk, így szerveződött ez a történet. Nagyon szépen köszönöm, Zoli, és akkor amit mondtam, hogy nem mindenki ül most itt a stúdióban, a hálónak a jelenlegi elnöke, Túróczi György, otthonról fog bekapcsolódni, mert sajnos jelen pillanatban őt is utolérte a vírus. És akkor én megkérdezném Gyuritól, hogy meséljen nekünk arról, hogy jelen pillanatban a háló megfogalmazta egy szlogenben is, hogy ez a találkozás, kapcsolat, közösség, ez a hármas az, amit ő igazán képviselni szeretne. Gyuri, mondanál nekünk erről egy picit többet, hogy mit is rejtenek ezek a szavak? Hát, amit Puhár Zoli is említette, mi mindjárt kisközösségből indultunk el, és én 1978 óta járok kisközösségben, amikor még ugye eléggé a föld alatt, vagy fél illegalitásban lehetett ilyesmit csinálni. És a kisközösségeknek az egyik jellemzője volt, hogy intim életet éltek, és nagyon bensőségesek voltak. És mi ebből próbáltuk kibozítani őket. És a hálónak az egyik célja, amikor a rendszerváltás megtörtént, hogy a kisközösségek tudjanak egymásról, és elinduljanak egymás felé. Annak idején volt egy ilyen szabályunk, úgymond, hát ez csak idézőjelbe vett szabály volt a hálóban, hogy akkor tartozik egy kisközösség vagy egy közösség a hálóhoz, hogyha legalább egy évben egyszer meglátogat egy másik közösséget, és mi ezt próbáltuk elindítani akkor, és ezért a találkozás és a személyes találkozás azért nagyon lényeges eleme lett a mi mozgalmunknak. Mondhatnánk azt is, és ez szintén már a Blankenstein Miklósra utalok vissza, hogy ő mondta egyszer nekünk, és ez nagyon belénk ragadt, hogy a találkozás az a nyolcadik szentség, mert a személyes találkozásból mindig épül valami. Szóval így indultunk mi el, és ezért, amikor évekkel később, és visszatekintve már 20-25 éve működött a háló, és mi éltük el a találkozás szentségét úgymond évtizedeken át, akkor fogalmaztuk meg azt a három szót, amikor, hogy mi is a hálónak a jellemzője. Ugye ez egy divat volt annak idején most az elmúlt időben, hogy legyen egy mozgalomnak valami három hívó szava. És akkor mi azt gondoltuk, hogy egyfelől a találkozás biztosan az, mert a találkozásnak a fontossága és a személyes kapcsolatoknak a fontossága, hát azt mindig a legelőre helyeztük, hogy személyesen egymás életében megosztózva legyünk együtt. A másik a kapcsolat, hogy ebből a találkozásból legyen egy folyamatos kapcsolat, és egy olyan állapot, amelyik egy kapcsolatrendszert tart fenn. És még nagyon sok barátunk van a Kárpát-medencében, akikkel tulajdonképpen még akkor is, hogyha esetleg nem is találkozunk minden évben, vagy minden fél évben, vagy havonta, de ez a kapcsolat, ez megmarad. És ezekből a kapcsolatokból alakul ki a közösség, amelyik tulajdonképpen egy fenntartó erő, és ez a közösség, ez lehet egy egész Kárpát-medencei mozgalomnak a közössége, és a közösségeknek a közössége, és mi így alakítottuk ki ezt a három kulcsot, amire most Andrea rákérdezett, hogy találkozás, kapcsolat, közösség, a találkozásokból születnek a kapcsolatok, és hogyha ezek a kapcsolatok élőek, hitelesek és őszinték, akkor ebből közösség alakulhat. Egyébként a háló életében nagyon sok közösség is alakult a háló indítatására, és hát ennek nagyon örültünk, és ezek a közösségek a Kárpát-medence szerte most is megvannak még.
Nagyon szépen köszönjük, Gyuri, és alapvetően ott kötném össze, hogy ezeknek a találkozásoknak és kapcsolatteremtéseknek a legnagyobb lehetősége éves szinten azok a hálótáborok, amiből, illetve azok a kisebb rendezvények, amiből már nagyon-nagyon sok volt. Itt van néhány relikvia, ahogy Zoli mondta az előbb, ami ilyen hálótáborokhoz, vagy háló különböző rendezvényekhez kapcsolódik. Mutatnánk belőle egy párat, illetve azt a térképet is nagyon szívesen megmutatnám a nézőknek, hogy hány helyen volt itt az elmúlt időszakban háló találkozó, amit pedig a Gyuri mondott, hogy ezek a találkozók mindig úgy történnek, hogy minél több helyről érkezzenek oda a Kárpát-medence tájékáról emberek, és ez ugye már 30 éve igaz, és 30 éve történnek ezek a találkozások. A másik, ami meg itt elhangzott, hogy amit Zoli is mondott már az előbb, ilyen hálós szlengek tulajdonképpen, hogy bogozók, meg portyázás. Erről András egy kicsit később fog mesélni nekünk, de azért azt szeretném, hogy példaként nézzük meg, hogy például hogy indult el Kárpátalja, hogy indult el Kárpátalján a háló, mi történt ott. Hát itt egy segítséget fogok majd kérni, mert egy barátommal, akivel először Tiszaújhelyen találkoztam 25 évvel ezelőtt talán, egy busszal mentünk ki, mert hogy segítséget kértek tőlünk, és a nyakukra mentünk egy busszal, akkor ő egy zöldfülő parókus volt Tiszaújhelyen. Aztán utána lett még ott Kárpátalján vagy két állomás, a két parókiája. Mikor visszakerült Magyarországra, akkor Bekecs és Óz voltak a állomás helyei, és ebben a pillanatban ő Mária Pócsi Nemzeti Kegyhelynek az igazgatója, Orosz István. István, nem tudom, mit vagy-e velünk a vonalban. Én. Szervusz István, szeretettel köszöntelek. Te hogyan emlékszel vissza arra, hogyan indult a háló Kárpátalján? Jobban, mert nem 25 éve, hanem 26 éve volt. Így van. És 94-ben hát, tulajdonképpen azért indult, hogy Kárpátaljának minden nyomorúság azzal, hogy fiatalon kikerültünk, a nyakunkba szakadt, és úgy kerestünk meg benneteket, hát akkor már igen, hálót, azt hiszem, hogy Zolit ajánlotta nekünk Obágy Laci sógorom, és írtunk egy kedves úgynevezett kolduló levelet, hogy Rita. Rita, igen, hogy mi minden lenne szükségünk, és akkor ti ebből azt ültétek ki, hogy arra van szükségünk, hogy egy busszal kijöjjetek, és ránk telepedjetek. És ez, így indult ez a negyedszázados kapcsolat, és kiderült, aztán sokkal többet kaptunk annál, mint hogyha most zsákokat, meg cuccot, meg akármit hoztatok volna, mert az egész életünket gyakorlatilag meghatározta ez a 2,5 évtized, amit a hálóval töltöttünk. És hát tulajdonképpen nem volt egyszerű a történet, ez nyugodtan túléphetünk erre a kirándulásom, azt gondolom, az jól sikerült, kipróbáltátok a parókiát, ami vadiúj volt, és kiállta a próbát, de hogy Kárpátaljának a kezdeti indulására, hogy 90-89-től indult újra a görögkatolikus egyház, meg egyáltalán az egyház élet, így hivatalosan, a hálónak a szellemisége, lelkisége, a közösségi gondolkodás megint csak egy olyan hatás lett, ami azt gondolom, hogy azóta is megvan. Sokakban, akik ott maradtak Kárpátalján, és vitathatatlan, hogy sokaknak az életére óriási hatással volt. Mondjak még valamit? Én alapvetően nem tudom, hogy András szeretett volna valamit kérdezni. Én azt kérdeztem volna még István tőled, hogy amit említettek az Oliék az előbb, hogy, illetve a Gyuri is, hogy maga a háló kis közösségeket célzott meg összehozni, és az volt a kiindulási alap is, hogy ezek a kis közösségek folyamatosan tanuljanak egymástól, és ami az egyiknél működik, azt a másik megtanulja, tovább vigye, megtermékenyítse, és akkor így minél több helyre eljussanak a gondolatok. Ezt te megtapasztaltad? Kárpátalján picit más volt a helyzet, mert ahogy újraindult az egyházi élet, gyakorlatilag tele templomokat láttunk mindenhol. És beugrik nekem az első karácsonyi kép, mikor 90 szenteste egyszerűen egy gombostűt nem lehetett leíteni a templomba, annyi ember volt
tehát egészen elképesztő. És gyakorlatilag tényleg vasárnapról vasárnap ezt tapasztaltuk. Ugyanakkor Blankenstein Miklósnak a neve nem tudom, elhangzott-e már. Igen. Vele volt egy lelki gyakorlatos beszélgetésünk, és ő azt mondta, hogy picit előre kell gondolkodni. Tehát lehet, hogy Kárpátalján még most nem érezzük a bőrünkön annyira a közösségeknek a szerepét, feladatát, de hogy az a metódus, ami Magyarországon megvan, az be fog gyűrűzni Kárpátalján, és a jövő egyháza, ha van, akkor az közösségeknek, az egyház községen belül is kis közösségeknek az egyháza közössége kapcsolatrendszere kell, hogy legyen. És hát ez azért nagyon szép dolgok voltak Kárpátalján. Tehát nekem egy nagyon kedves emlékem az, hogy volt a halászok közössége, és a halászok közösségének a tagjai jártak egy-egy másik egyház községbe, és ott szerveztek kis közösséget, és gyakorlatilag az evangéliumot hirdették, mert azon keresztül, hogy játszottak, beszélgettek, szentírást olvastak, imádkoztak, ezen keresztül az evangéliumot hirdették, és ez a gondolkodás azt gondolom most is megvan, és egyre akutabb az igénye a kárpátaljai események alakulása miatt. Éppen ezt szerettem volna én is kérdezni, csak megelőztél egy picit a halászok közösségével, mert ugye többszöri nekifutásra sikerült végül is a halászokat összehoznotok, halászok közösségét, akikből aztán számomra nagyon szép példa volt, hogy hogyan lettek azokból a halászok közösségének a tagjaiból neked egy többen civil segítő hálózatod, ami minden téren a te munkádat segítették, és akkoriban nem egy plébániád volt először, hanem több plébániád. Mondhatnám, hogy egy plébániám se volt, hanem parókiáim voltak. Na, jó, bocsánat. De abból tényleg több volt. És nem vagyok én egy ilyen tudatosan szervező, elemző, akármi ember. Ott voltak a környezetemben épkézláb értelmes fiatalok, akikkel rendszeresen találkoztunk, és ezek a közösségi alkalmak, amint mondom, más egyházközségekben is elindultak, szükségszerűen attól, hogy ezek lettek a legmegbízhatóbb munkatársaim, nem egy közülük egyháztanástag lett, olyan is van, aki még most is világi elnök egyházközségben, vagy vezetőbeosztásban van. Tehát ez tényleg egy egész közösséget, meg azt gondolom, Kárpátalja egészét egy picit befolyásoló történet lett, mert nem volt ez egy elején te meglehetősen görögkatolikus színezetű dolog volt, mert hogy mi nem tudtunk más, csak görögkatolikus módon tudtunk gondolkodni, mert most is csak azt tudunk, de hogy egyre inkább azért bekapcsoltak a római katolikusok is, sőt, reformátusok is, és azért a hatása az tovább gyűrűzött. Nagyon szépen köszönjük István, hogy megosztottad velünk itt Kárpátaljai hálónak az indulását. Tulajdonképpen én azt gondolom, hogy egy közösségnek, amikor egy szintet lép, az is a jele, hogy lesz egy saját dala. És ez történt a hálóval is, mégpedig Siye Jenőnek a Múlnak az évek című dala választódott ki. Én itt Zolit kérdezném meg, hogy miért. Nagyon izgalmas a hálóban az is, hogy akár a görög katolikusok hozták a maguk dalaikat, vagy a rómaiaknak különböző dalokat. Nyilván picit mások voltak ezek Erdélyben, Délvidéken, vagy Magyarországon, de Siye Jenő barátunk, aki tiszteletbeli bogozónak nevezhetném, mert nagyon sok portját csináltunk vele, az ő dalai is a kedvenceink közé tartoztak. És hát tulajdonképpen már évek óta ismertük ezt a dalt, de valahol egyre jobban, ahogy ez a hálós lelkület, meg ez a család alakult, megtapasztaltuk, hogy tulajdonképpen hoppá, ez a dal, amit majd meghallgatnak a nézők is nem sokára, tulajdonképpen pontosan arról szól, ahogy amit mi csinálunk. Találkozunk és érkezünk, és tulajdonképpen ez a folyamat a mi életünk, úgyhogy ennek jegyébe zajlik, de talán mielőtt ez a dalt meghallgatnánk, én engedjétek meg, hogy itt egy-két olyan relikviát megmutassak, ami talán még a hálós ősi barátaimnak is új volt. Hát itt van egy kép a háló tábor után, ami ugye 18. hálótáborhoz most adtán, de talán egyértelműen a legnagyobb és 1600 fős tábor Zánkán volt, aminek egy képét mutatom. Ennek kapcsán, akkor ide mutatom ebbe a kamerába, és ennek a nyitó performance-e,
az éppen ott a, éppen az András is látszik ezen, meg barátaink, akik jelen vannak, hát tulajdonképpen elkezdtük itt a hálót búgozgatni. Az volt az izgalmas, hogy itt 8 altábor volt, és mindenki egy 8 fős csoporthoz tartozott, tehát összesen 200 kis csoportvezető volt, és hát mindez Európa nagyon sok országából, 13 püspök, és így tovább. Tehát azt gondolom, hogy a hálónak egy új története kezdődött, amikor ez a zánkai tábor volt, ez egy naptár 2003-ból, amit hát talán ez is érdekes, hogy mi ezzel a borítóval kaptuk a határon túli barátainkkal, feleségemmel, Gyöngyikével, ezt is mint relikviát őrizzük, és akkor engedjétek meg, hogy mutatok egy másikat, ami a legelső hálótábornak az emléke, ez a 1999-es homoródi tábor, azt hiszem, hogy talán jól tartom, ezután ez arra született, és ezen 700-an voltak jelen, és emlékszem, hogy az Orosz Pisti is, amikor hát Kárpátaljáról próbáltak átjutni Erdélybe, akkor hát igen, nem tudom hány órát vártak a határon, de ez igen sokáig tartott, és hát az éjszaka közepén érkeztek meg kárpátaljai barátaink, és hát ott vártuk olyan 2-3 körül, és hát ez a 700 fős tábor lezajlott, de mondhatom, hogy ezen például Kányádi Sándor úgy vett részt, mint egy közülünk, végig az egész héten, kis csoportokba beülve, és amit például mondhatom, Jelenics István atya is, hogy tulajdonképpen tartott egy fantasztikus előadást, de itt is példát mutatott, hogy ott volt a kis csoportos beszélgetéseken, és akkor mondta, hogy Zoli, fantasztikus, itten 700 előadó van. Én mondok egy előadást, és itt 700-an gondolják tovább, és sokszor az a fiatal, vagy az a Csángó néni az előadója a másik Csángó néninek, itt is voltak Lészpedről Csángók, Zánkán pedig Pusztináról, ahol hát ők mind előadói lesznek a többieknek, és akkor még egy utolsó kép is aztán a relikviáknak. Ez egy nagyon kedves emlék számomra, megemlíteni Molnár Melindát, aki a erdélyi hálónak volt abban az időszakban a vezetője, hát ő is nagyon sok ajándékot és hát kedvességet adott, de mondhatom ezt az egész hálótörténetre, tehát egy egész vitrinám van otthon teli, Vasa Gergőt említettük, majd Gyuri talán mondulatét, Sándor egyházáról, tehát azt hiszem, hogy a háló története röviden egy nagy családnak a története. Hát nagyon szépen köszönöm, és akkor hallgassuk meg most a dalt. Múlnak az évek, s mi egyet újra lépünk már. Lehull a hó, de tudjuk, eljön majd a nyár.
És akkor most egy picit menjünk ki, lépjünk ki Magyarországról a Kárpát-medencébe, és akkor én Szejbert Andrást kérdezném, hogy itt elhangoztak az előbb olyan szavak, hogy bogozók, meg portja, és mind a bogozók, mind a portja, az hogy áll kapcsolatban magával, a hálóval, meg a Kárpát-medencével? Az elmúlt több mint 30 évben kialakultak ebben a közösségben, ebben a mozgalomban különböző szavak, ilyen szakzsargon, amit mi hálósok értünk, a kívülállók néha kevésbé. Ebből most kettőt említenénk meg, az egyik a bogozók. Ők tulajdonképpen a hálónak, mint mozgalomnak az önkéntesei. Ők azok, akik a hálukon viszik a hálót, szervezik a találkozókat, tartják a kapcsolatot másokkal befelé és kifelé is. Ők határozzák meg egyéniségükkel a hálónak a jellegét. Ezért van az például, hogy mi beszélünk régiókról, majd most következnek is majd körkapcsolásban az egyes régiók. Annyira másképp működnek az egyes régiók a hálóban, és ez mind-mind azért van, mert a bogozók egyik helyen ilyenek, a másik helyen olyanok. Tulajdonképpen rajtuk múlik minden. Van egy mondásunk is a hálóban, úgy szól, nem fog a háló egy csomója halat. Tulajdonképpen mi a hálót bogozgatjuk, hálót bogozunk a hálóban, hálózatban, és tulajdonképpen ez a bogozóknak a feladata. A másik a portyázás, ami elhangzott, ez az egyik leghatékonyabb kapcsolatteremtő eszközünk. Úgy történik, hogy beszállunk egy, maximum kettő kocsiba, néhányan és több napra, néhány napra elindulunk egy adott területet meglátogatni. Itt lehet régi ismerősökkel találkozni, új ismerősöket szervezünk ezekbe az állomáshelyekre, amelyek a portjának az állomáshelyei, és ott tulajdonképpen beszélgetünk előre meghatározott időpontokban közösségekkel, emberekkel, lelkészekkel, akiket meg tudtunk szervezni. És itt tulajdonképpen mesélünk egymásnak, és őket is meséltetjük, és utána ezekből nagyon hatékonyan tudnak kapcsolatok, amiről már szintén volt, megmaradni. Egy jól szervezett portján egy nap akár 3-4 helyre is eljuthatunk. Katival, akit mindjárt hallunk majd, volt olyan portjánk, amikor egy nap 4-szer is kellett töltött káposztát ennünk. Igazából az egyik haszna még a portjának, amellett, hogy régiekkel ápolhatjuk a kapcsolatot, az új és újakat ismerhetünk meg, hogy maga a közös utazás, az az idő, amit az autóban együtt eltöltünk, és azok a beszélgetések, azok a munkák, azok a egymásnak a jobb megismerése, a másik oldala ennek az egész portyázásnak. Hát ennyit ezekről. Nagyon szépen köszönöm, és akkor elárulok egy kis kulisszatitkot, hogy még azért azt a kört, akivel most beszélgetni fogunk, összehoztuk, azért itt voltak közben beszélgetések, és nagyon jellemző volt a hálóra. Azt gondolom, hogy elmondhatjuk, hogy itt azért nagyon hosszú évtizedes barátságokról van szó, tehát hogy tulajdonképpen ezeknél a portyáknak a során nagyon sokan megismerik egymást, akik utána majd a különböző hálótalálkozókon találkoznak, táborokban együtt vannak, és tényleg nagyon hosszú ideje fennálló barátságokról van szó a hálón belül, és azon túl, hogy kis közösségek épültek. És akkor én most szeretném kérni azokat, akik itt vannak velünk, a hálónak a bogozóit, illetve a régió vezetőit, hogy most mondjanak nekem egy-egy történetet arról, hogy mit jelent nekik a háló. Tehát, hogyha én azt a szót kimondom, hogy háló, akkor mi jut eszükbe? Mi az, ami leginkább a legfontosabb nekik, amit meg tudnak fogalmazni ezzel a szóval kapcsolatban? Azért, hogy ne vágjunk egymás szavába, mert ugye itt a stúdióban ez egy kicsit könnyebb, én egyesével behívlak benneteket, jó? És akkor nem ilyen tanárnén is, de mégis akkor azért kezdeném a sort Erdéllyel, ahol egyszerre ketten is ott ülnek. Ott ül Csobot Szabolcs, aki a jelenlegi régió vezetője az erdélyi hálónak, illetve ott van mellette Szabó Lóri, aki azt gondolom, hogy jobban örülne mindenki, hogyha helyettem ő ülne itt, mert biztos, hogy sokkal-sokkal vidámabb lenne, és tele lenne tűzdelve viccel ez az egész műsor. De most akkor átadnám nektek a szót, és akkor halljuk, hogy ti mit gondoltok a hálóról, mit jelent nektek. De kezdem én akkor. Tehát számomra a háló az egy
Kárpát-medencei otthont jelent. Épp amikor készültünk erre a műsorra, akkor Lórival pont erről beszéltünk, hogy milyen jó nekünk az, hogy a Kárpát-medence az nem csak egy térképet jelent, amit esetleg kifüggesztünk a fal oldalára, hanem azt is jelenti, hogy ha valahova elmegyünk, akár délvidékre, akár Kárpátaljára, felvidékre, Párciumba vagy Magyarországra, ott mindenütt barátaink vannak, arcok vannak, és nem csak számok vagy városnevek, hanem igazi élő kapcsolatok. Számomra ez jelenti elsősorban a háló, illetve azt, hogy egy olyan keresztény közösségben lehetünk együtt, amelyik azt hiszem, hogy mindenféle határokat, amelyek az elmúlt 100 évben képződtek közöttünk, azokat, hát nem tudom, csúnya szóval mondom, felrúgta, és a szeretet nyelvén összekötötte. Hát hasonló jókat tudnék én is mondani a hálóról. Tehát először csak hát egy olyan, mondjam azt, hogy egy élvezője voltam az egésznek, nagyon tetszettek a megszervezett hálós napok, vagy hálós hétvégék, illetve a hálós tábor, amikor ugye együtt vagyunk, és hát ez egy újabb dolog, hogy most online is, de én nagyon örültem, hogy láthatok benneteket itt a képernyőn keresztül. Egy élő dolog. Tehát számomra ugyanezt tudom elmondani, hogy ugye a határok megszűnnek, és hát én egyszer voltam felkérve egy állampolgársági eskütétel során, hogy írjak néhány sort kedves barátomnak, aki letette az esküjét, a lányával együtt Sátoraljóujhelyen voltunk, és hát ott azt a címet adtam az írásomnak, hogy Kicsi Mennyország. Hát amit itt mi Székelyföldön megélhetünk közösségben, azt úgy megkaptam nagyba is. Hát megismerhettem a valódi országomnak tulajdonképpen az embereit, hogy bárhová megyek, felvidék, Kárpátalja, Parcium, Magyarország, délvidék, tehát bárhová mehetünk, és otthon vagyunk. Tehát úgy is fogadnak, és tehát tényleg ezek élő kapcsolatok. Tehát azt, amit már ismételném, lehet, hogy Szabit ismételni fogom, tehát amit szétszakítanak a határok, azt mi újra tudjuk építeni élő kapcsolatként. Köszönöm. Mi köszönjük szépen, és akkor ilyen lóugrásban én felugranék Felvidékre, ahol Klenovics Kriszti és Ebők György Gyögyő vár minket, és akkor tőletek is azt kérdezném, hogy milyen emléketek van? Köszönöm szépen. Nekem a hálóról úgy általánosságban mindig az jut eszembe, hogy ez egy nagy család, ahova én nagyon szeretek tartozni, és olyan jó érzés az, mikor belegondolok, hogy több száz kilométerre tőlünk, bármilyen irányban a Kárpát-medencében élnek olyan emberek, akikkel bár nem vagyunk napi kapcsolatban, mégis úgy érzem, hogy nagyon közeli kapcsolatban vagyunk mégiscsak, és ha itt-ott fölhívjuk egymást, akkor bár lehet, hogy egy évvel azelőtt láttuk egymást személyesen, mégis olyan nagyon közelinek érzem azt a beszélgetést, mert egy a nyelvünk, egy a lelki dolgokhoz való kötődésünk, és ez olyan nagyon csodás érzés. Még így azt emelném ki, hogy én ifiként csöppentem bele egyetemista koromban a hálóban, tizen akárhány éve, és most így három gyerekes anyaként azt is nagyon szépnek és jónak tartom, hogy a gyerekeim is a hálótáborok élén most már érzik és tudják, hogy ez egy jó hely, és a hálótáborokban új barátságokat lehet kötni, és idén például nagyon szomorúak voltak, hogy nem lesz tábor, nem mehetnek. Úgyhogy így átadtuk nekik ezt a háló iránti szeretetet. Hát én beismételjem mindazt, ami elhangzott. Én talán azt mondanám, hogy az itteni életben, kulturális életben nagyon sok segítséget kapunk hálós barátainktól. Vannak ugye kis közösségeink, úgy, mint közösség is megyünk, irodalmi téren is nagyon nagy segítséget kapunk. Nem anyagira gondolok, hanem arra, hogy előadók átjönnek, mind az összes
a régióból, és jó érzés tudni azt, hogy így, ahogy most látunk benneteket, hogy ott hol vagyunk. Köszönöm szépen, és akkor folytassuk ezt az ide-oda ugrálást. Én akkor Délvidékről megszólítanám a Burán családot, és ott engedjétek meg, hogy én mondjak egy olyat, ami nekem a hálót jelentette. Nekünk van egy játszóbuszunk, és amikor egy délvidéki úton voltunk, akkor hazafele úgy döntött a busz, hogy megáll. És hát az első ötletem az volt, hogy hát felhívom Söny Györgyöt, aki ugye itt ül mellettem, és majd mesél egy picit az ő hálós hovatartozásáról, hogy mondjon nekem valakit, aki esetleg nekem ebben segíteni tud. És Ernőt, Burány Ernőt mondta, és Ernő körülbelül 10 perc múlva ott volt, és megjavította nekünk a buszt, hogy tovább tudtunk jönni, amit azóta is szívvel köszönök neki minden áldott esetben, amikor találkozunk. De akkor most én kérdezem Ernőt, hogy neki milyen élménye van a hálóról, illetve Margitot. Köszönöm a szót, és üdvözlünk mindenkit. Hát a hálóról annyit tudok így röviden mondani, hogy először a gyerekeim révén kerültem kapcsolatba vele, kerültünk. Hogy nem eljutottak egy 5-6 évvel ezelőtt magyarországi táborba, ami a hálótábor volt éppen, és hát első évben mind a két nagyobbacska lányunk nagyon lelkesülten jött haza, és ez második évben is ugyanígy megismétlődött. Na akkor azt mondtuk a feleségemmel, hogy hát ha ez ilyen jó élményt ad a gyerekeinknek, meg ilyen nagyon-nagyon lelkesülten jönnek haza, meg ennyi új barátot szereztek, nézzük meg ezt mi is, hogy ez mi is ez a háló tulajdonképpen. Persze korábban is hallottunk már róla, de közelről nem tudtunk róla sokat. És akkor aztán így következett a mi első sátoralja újhelyi táborozásunk is, és hát valami hasonlót éltünk meg. Én megpróbálom egy mondatba sűríteni azt, amit már többen előttem elmondtak. Tehát mondjuk én személyesen egy olyan délvidéki ember vagyok, akinek az össz rokonsága itt él Délvidéken, és szinte minden barátja is. És hát úgy ugye 5-6 évvel ezelőtt, vagy néhány évvel ezelőtt úgy jutottam el az első hálótáborba, hogy én ott tulajdonképpen egy-két zentain kívül senkit nem ismertem. És ez olyannyira megváltozott néhány év alatt, nekem annyi barátom és jó ismerősöm van az 5-6 országban, hogy a számomra ez egy szellemi nemzetegyesítés, ami az én lelkembe végbe ment, és nekem igazából ez a háló. Jó, én is üdvözlök mindenkit. Hát én azért szeretem a hálót a sok személyes kapcsolatok miatt, és hogy a sokszínűségben is meg tudom élni az egységet, ugye többféle egyházból tartozunk ide a hálóba, akkor több régióból, és nagyon különböző az emberek összetétel a foglalkozás szerint is, és hogy lehetőség, hogy olyan emberekkel is találkozhatok, akikkel különben az élet sohasem hozna össze egyedül a háló találkozókon. Én annyit szeretnék. Nagyon szépen köszönöm. És akkor egy merészugrással Kárpátalján találjuk magunkat, és azt gondolom, hogy itt András mondta nekem, hogy ő szeretne Terézkétől valamit kérdezni, akkor átadom neki a szót. Hát ez csak azért, mert hogy Terézzel éppen tegnap este is beszélgettünk még egy picit, és kérte, hogy hadd tudja meg, hogy körülbelül mit lesznek a kérdések, és én azt javasoltam neki, hogy kerültél kapcsolatba a hálóval, Teréz, és mi fogott meg téged benne? Ez lenne az első kérdés. Az immár 30 éves hálóval én 2006-ban találkoztam először egy debreceni regionális találkozóra, egy kedves barátnőm hívott meg. Ott az első benyomásom a melegfogadtatás volt. Bemutatkozás után ott rögtön mindenkivel, mint barát úgy beszéltünk. Aztán a nívós előadás után a kis csoportos beszélgetések nyílt szívvel és elfogadóan hallgattuk egymás véleményét. Tehát, ahogy mondják, nem rögeszmét, hanem eszmét cseréltünk. Ez nagyon megfogott engem. Igazán tetszett a légkör, a kellemes hangulat, a szeretetteljes légkör, ami körülvett. Az emberek arcán a mosoly, mert örülnek az emberek azért, hogy találkoznak, és a mosoly aztán ragad egyik emberről a másikra.
Tehát minden találkozó nagyon jó hangulatba telik, és szeretetteljesen, és szeretünk szeretve lenni. Tehát engem leginkább az egymás közötti elfogadás, szeretet, jó hangulat és mosoly fogott meg. Ezért mindig nagyon nagy örömmel és szeretettel készülök, vagy esetleg szervezek hálók találkozót. És esetleg tudsz olyan élményt mondani, amit téged egy táborban megfogott esetleg? Nagyon sok élményünk volt, hát itten sorolhatnám a fejembe sok-sok élményt, de Lórit tudnám ismételni, amikor Sátoralja új helyen volt a állampolgársági eskütétel, és a Lóri beszéde után ott szem nem maradt szárazon. Az egy nagyon nagy élmény. Ott megéltük az egységet. Tehát ott mindenki egy volt, tehát ott énekelhettük, hogy egy vérből vagyunk. Mert sok felőről innen jöttünk, más környezetből, mások a szokásaink, de egy az identitásunk, és ez számomra nagyon sokat jelent. Nagyon szépen köszönöm, András. Köszönöm szépen, Teréz. És akkor én Parciumot kérném, Konrád Kati, aki a Parciumi Régió igazgatója. Kati, mesélj te nekünk. Nagy-nagy szeretettel köszöntök én is mindenkit, és nagyon örülök annak, hogy a Kárpát-medence azért ilyen színes képet mutat, és itt látunk most minden barátunkat. Hát a háló az nekem is barátságot jelent, összetartozást jelent, az egymásra való figyelést jelenti. Az egyik nagyon-nagyon szép élményem az egy táborhoz kapcsolódik. Ez a tábor a Vekeri Tavaknál volt, és itt éppen olyan programunk volt, illetve olyan témánk volt, amiben a népszokások, a hagyományok sorozatát kellett a régióknak bemutatni, és mi Parciumiak egy esküvőt imitáltunk, és az esküvő előtt pár perccel még nem volt vőlegényünk, és olyan módon választódott ki a vőlegény, hogy éppen a fiatal édesapának pár hónapos gyermeke fölborította a hatalmas csizmaszárat, ami neki hatalmas volt, és akkor azt kértük a fiatalembertől, hogy ugyan próbálja már föl a csizmát, mert a többi vőlegényre jelöltre nem volt jó a csizma, tehát az lesz a vőlegény, akire fölmegy a csizma, tehát nem az üvegcipő, hanem a népi boxos csizma, és a fiatal apukának jó volt a boxos csizma, tehát ő lett a vőlegény, és egy nagyon szép esküvős szokásokat tudtunk bemutatni. Nagyon-nagyon jól éreztük magunkat ezen a délután, de ebben a táborban a többi régió is sok-sok mindent bemutatott, így egymásnak a hagyományait megismertük, és ezáltal is nagyon jól kovácsolódott a nagy Kárpát-medencei csapat. És ez a Kárpát-medenceiség az, ami számomra sokat jelent. Hiszen a térképen, ahogy már előttem valaki mondotta, hogy nem csak egy pontot, nem csak egy várost, nem csak egy települést jelent, hanem az ott élő embereket. Azokat, akiket ismerünk, akikkel barátok vagyunk, akikkel bármikor tudjuk folytatni a beszélgetést, akkor is, ha talán egy éve, vagy két éve, vagy akár több éve nem találkoztunk, ugyanott tudjuk folytatni a beszélgetéseket. Nagyon fontosak számunkra ezek a kis csoportos beszélgetések, illetve az András említette, hogy portyák, és hát most szívesen megmutatnám a papíromat, amit ide most följegyeztem, mikor András mondotta a portyát, fölírtam, hogy a sok töltött káposzta. Tehát nagyon-nagyon fontos az, hogy egy húron pendülünk. Tehát dolgokról ugyanaz jut eszünkbe, és ha azt mondjuk, hogy portya, akkor a sok töltött káposzta, a szíves fogadtatás, hogy az emberek befogadnak bennünket a házaikba, és megosztják velünk az ételeiket, és nem baj, ha mi már ötödjére töltött káposztát eszünk ugyanaznap, de ez nagyon-nagyon jó dolog, hiszen az embereknek fontos az, hogy egymásra figyeljenek, fontos az, hogy
hogy ők valahová tartozzanak. És a valahová tartozás nekem a hálót jelenti. Én nagyon sokat gazdagodtam a hálóban. Az első előadásom előtt igazából nagyon-nagyon sokat forgolódtam, illetve nagyon sokat készültem, és ez évről évre sokat gazdagított rajtam, és pedagógusi pályámban is azt mondom, hogy épített, építő jelleggel tanított, mindaz az előadás, mindaz a tábor, mindaz a sok-sok beszélgetést, amit a hálósokkal veletek folytattam. Köszönöm. Nagyon szépen köszönöm, Kati. És akkor a végére két ember maradt még, akitől azt várjuk, hogy meséljen arról, hogy hogy is találkozott a hálóval. Egyik őjük Sön Gyuri, aki itt ül mellette, másik őjük pedig Halmai Tibi, aki még ugye a Zoomban nem szólalt meg. És viszont én átadom a Gyurinak a szót, és azt kérem, hogy ezt az oda-vissza beszélgetést arról, hiszen két délvidéki fog most beszélgetni, azt tegyék meg, és meséljék el mindketten ezt. Hát én a Tibit szeretném bemutatni úgy, mint gyerekkori barátomat, akivel együtt minisztráltunk és pingpongoztunk Nagybecskereken, Délvidéken. Aztán az élet elsodort minket egymástól, de én úgy emlékszem vissza, hogy azért a háló minket egyre szorosabban összekötött sok-sok évvel később. Talán amikor én a hálóval Délvidék révén először kezdtem el ismerkedni, akkor később jöttél te. Tehát, hogy ki kit szervezett be, ezt már nem lehet tudni, bár te már voltál találkozókon, de végül is az, hogy te most már a háló délvidéki régióvezetője vagy, 8 unokás nagypapa, és ez emellett rengeteget dolgozol és teszel a szórvány közösségekért, és nagyon ismert ember vagy a bánságban. Hogy van neked erre, mindenre erőd és lelkesedésed? Ez egy jó kérdés, de napról napra töltekezem az emberekből, a barátokból, tehát innen merítem az erőt, és természetesen a nejem, a feleségem is segít ebben, és hát a 8 unoka, ők is segítenek ebben, tehát a feltöltődésben. Időnként elugrunk, most már ez nehézkes egy kicsit az utóbbi időben, mert Szeged és Pannonhalma elég messze van tőlünk, de elugrunk hozzájuk, és akkor feltöltődöm. De nem kell messzire menni, itt vannak délvidéken a bogozók, hát az önkénteseink, a háló önkéntesei, a barátaink, akikhez mindig fordulhatok, és fordulok, és ők is hívnak engem, és ez feltölt engem. Kit hálózott be? Hát ez egy jó kérdés. Én a hálót kóstolgattam még Zánka előtt, 2002 előtt, de 2002-ben hálózódtam igazából be, és hát ezt így bevallom, hogy te voltál az, aki utána tartotta a lelket bennem 2002 után is, és bögdösött, és mondta, és mindig hívott, hogy csináljunk valamit, csináljunk, és ebben segítettél, és ezt én köszönöm most így nyilvánosan is. De hát nem, én nem mondtam el, hogy mit jelent nekem a háló. Ugye? Már elhangzott az, hogy Kárpát-medencét, de nekem élő Kárpát-medencét jelent. Élő személyes kapcsolatokat. Sok-sok közösen megélt, hát örömteli és szomorú pillanatokat is. És itt csak egy dolgot mondok. Hát most egy szomorú vagy örömteli, ezt hát majd eldöntik. 20 évvel ezelőtt, amikor NATO bombázások voltak Délvidéken, akkor nagyon sok ismerősünk a Kárpát-medencéből hívogatott. Nem csak engem, hanem Délvidék szerte nagyon sok barátunkat. És azt kérdezték, tehát aggódtak értünk, kérdezték, hogy jól vagyunk, esette valamilyen bántódásunk, stb. Tehát nagyon jó volt ez a simogató érdeklődés felőlük, és jól esett. És a másik dolog, meg egy nagyon röviden próbálom elmondani, tehát Pannonhalmán voltunk egy találkozón, ez még a kezdetekben volt, az én behálózódásom kezdeteire gondolok, hogy Pannonhalmán voltunk egy találkozón, ahol Gyögyő is itt most jelen van, és hát a találkozó végén meghívtam a felvidékieket délvidéki háló találkozóra.
És akkor hát azt mondta, de hova gondolsz így mindenki előtt, mondta Gyögyő, hát az nagyon messze van. Hát mondom, ugyanolyan messze van, mint nekünk volt Pannonhalma, vagyis hát ugye Felvidék. És még abban az évben eljöttek Délvidékre a felvidékiek. Na, hát ez a háló. Köszönöm. Talán még nyilván több történetet lehetne sorolni, de most eszembe jutott hirtelen, amikor a első háló találkozódat szervezted Muzslán, emlékszel? 3 napos hétvége volt, nagyon sok helyről jöttek össze Szórványból, főleg Délvidékről, és emlékszel, ki volt az előadó? Az egyik előadó? Orosz István parókus Kárpátaljáról jött el Délvidékre. Óriási igen. Nagy dolog volt ez akkor. Akkor ő Kárpátalján volt. Igen. Nagy dolog volt, és ennek nagy visszhangja volt, és hát ez is nagy lendületet adott a délvidéki hálónak, hogy ő eljött Kárpátaljáról, meg az ő előadása, és utána még 2 vagy 3-szor is meghívtuk Délvidékre, és eljött. Igen, akkor én is hozzátenném ezt, hogy a portyáról volt szó, András mesélte, hogy egy délvidéki többnapos ilyen portya után mentünk haza, és mi szeretünk sokat beszélgetni a hálóról, és szeretjük az élményeken túl sokszor megfogalmazni, hogy mi is az a háló is. Így elmélkedtünk nagyon fáradtan, és Túróci Gyuri, nem tudom, hal-e minket, azt mondta, Gyurikám, tudod, mi az a háló? Hát mi az? Hát az a minőségi együttlét. És amikor elhangzott ez így, Budapesttől 70 kilométerre megállt az autóm. 7-en ültünk együtt, megállt, mert hát nagyon nagy lelki, szellemi magasságokba emelkedtünk, de az üzemanyag tankolás az elmaradt, és így ott az autópálya kellős közepén leállt az autónk. Én hozzátenném azt, hogy én Budapesten élek, de délvidéki vagyok, életem negyed részét ott töltöttem, és én is 98 körül ismerkedtem meg a hálóban, de nem találtam rajta fogást, nem tudtam még az, hogy mi az én szerepem. És az, hogy mindenkinek, minden hálósnak van valamilyen saját története, hogy ő hogy kapcsolódott be, azt hiszem, hogy ez nagyon-nagyon fontos a megszólításnál, hogy amikor valakit elhívunk a hálóba, mit mutatunk, és ne csak az, hogy jól érezze magát, hanem hogy ő a saját életében milyen önkéntes munkát tud ebben végezni. Talán a hálóról azt lehet mondani, hogy arra biztat, hogy az ember közösségi életet éljen, és ne csak a saját kis közösségében, hanem legyen egy kitekintése a Kárpát-medencére, legyen egy kitekintése a magyarságra, legyen egy kitekintése a Szórványra, azokra az utolsó kicsi falvakra, ahol még vannak magyarul beszélő emberek. És azt hiszem, hogy a háló nagyon sok ilyet tudott felmutatni. 30 év története során az én személyes történetem az tulajdonképpen úgy kezdődött, hogy egy feladatot adtak, hogy Gyuri, Molnár Melindát kellene Délvidékre vinni, hiszen te úgyis odavalósi vagy. És amikor Molnár Melindát elvittem a Bánságba, egy Szórvány faluba, ahol nekem néhány ismerősöm volt a környékről, akkor én rájöttem arra, hogy hálósnak lenni valami olyasmi, hogy összekötni az embereket. És egyszerűen pusztán azért összekötni, mert a kapcsolat bármilyen távoli segíti a megmaradást. Nem csak a helybeli kapcsolat, a távoli kapcsolat. Tehát az, hogy tulajdonképpen a háló az a találkozás helye. Az, hogy háló találkozókat szerveznek a barátaink, ismerőseink, bogozóink, azt a közeget biztosítja, ahol az emberek egymással tudnak találkozni, és egymás előtt meg tudnak nyílni. Egymás előtt és Isten előtt meg tudnak nyílni, és bár mi egy katolikus szervezet vagyunk, ezt teljesen ökumenikusan próbáljuk megélni, és én azt gondolom, hogy ez a lényeg. A hálós történetek rövidebb ideig tartanak. Van, akik hosszú távon megmaradnak a hálóban, és vannak olyanok, akik rövid ideig megmártóznak, néhány évig ott vannak, talán nem találják meg a helyüket, a hivatásukat, de én azt hiszem, hogy mindenki pozitíven tudott visszaemlékezni, vagy akiket én megszólítottam, vagy akikről én tudok, jó emlékekkel vannak a hálóról, és ez tulajdonképpen egy nagy kihívás is a háló felé, hogy tud megszólítani, mire tudja megszólítani az embereket, és hogy tudja
továbbadni ezt a nagy kincset, ezt a nagy személyes kincstárat, amiknek mi egymás vagyunk itt a Kárpát-medencében. Én nagyon gazdagnak mondhatom magamat, visszatekintve erre a 20-22 évre, illetve amit tanultam a barátaimtól, elhangzott még a barátság, valahogy a háló a továbbadható barátságoknak a lehetősége. Amikor én nem vagyok arra féltékeny, hogy a legjobb barátomat elviszem egy olyan helyre, ahol még megismerkedhet másokkal, és a szívét még jobban kinyithatja, hiszen a szívet lehet tágítani határok nélkül, határtalanul, és abba mások is, még több ember belefér, és ez visszahat rám is, meg rád is, többiekre is. Köszönöm szépen, Gyuri. Azt kérem, hogy nézzük meg azt a filmet, amit egyébként ezek a fiatalok, amikor még egy kicsit ők is fiatalabbak voltak, készítettek az egyik táborban, és ők is megfogalmazták, hogy nekik miért, mit jelent a háló, ők miért szeretnek hálózni, miért szeretnek hálós táborba járni. Hogy jó? Hát szerintem a találkozó, ugye, ahogy a neve is mondja, az egy találkozásokról szól. Én várom azt, hogy sok színes egyéniséggel találkozzak, olyan akkor, akik kicsit különbözőképpen tekintenek a világra, mint én. És nekem ezért fontos, mert a mai világban nagyon kevés a valódi személyes találkozás két ember között, és azt hiszem, hogy a háló erre jó lehetőséget ad. Nekem a háló, azt nem hiszem, hogy van rá idő, hogy ezt így elmondjam. De hát egyébként főleg embereket, barátokat, olyan találkozásokat, amikre nem lehet számítani. Az otthon itt van, ha jössz mellettem, még ha nem is nézel rám. Tudod, már réged észrevettem, hogy szemedben én hazáig látok simán. I keep on drifting a million miles from this planet.
akkor most megnéztük azt a kis filmet, amiben elmondták a fiatalok, hogy ők miért szeretik a hálót. És most itt van a körünkben, itt a stúdióban három fiatal, illetve hát ugye a modern technika segítségét behívva ismételten, ketten Erdélyből, illetve Partiumból még színesítik a kör. És hogy ilyen fiatalos és gyors legyen ez a fejezete a beszélgetésnek, én arra gondoltam, hogy mindenkinek egy-egy szót mondok, és akkor arra asszociáljon nekem, mondja el, hogy mi arról, ami eszébe jut, jó? De előtte szeretném bemutatni, hogy kik is vannak itt velem a stúdióban. Itt van Sőn Bálint, ugyanazon a helyen, ahol az apukája ült az előbb egyébként, Majoros Péter, aki most Budapesten van és tanul, de egyébként Partiumból érkezett, és Kovács Ivett, aki szintén, illetve Zoomon csatlakozik hozzánk Magyar Tímea Erdélyből, és Szabó Kincső Partiumból. Oké, és akkor én azt szeretném kérni, hogy akkor első körben Bálinttól kérdezném azt, hogy mi jut eszébe arról, hogy staféta. Staféta? Hát igen, a stafétát azt megkapjuk, és aztán továbbadjuk, jó esetben. Ez kézből kézbe átadással történik. Egy izgalmas helyzet volt így pár évvel ezelőtt, amikor egy picit ugye földön volt a staféta, és hát egy olyan 3-4 éve volt ez körülbelül, amikor éppen az addig aktív ifik, akik megszervezték az első, illetve a második Kárpát-medencei találkozót, meg azt hiszem még utána a harmadik, negyediket is, ők egy picit a háttérbe vonultak, és akkor kellett valakinek felvenni ezt a stafétát, és akkor így többekkel megragadtuk a lehetőséget, és kicsit így újra életet leheltünk az ifi találkozókba. És akkor 2006-ban szerveztünk egy ifi találkozót itt Budapesten, 16-ban, 2010, ennyire azért még nem vagyok öreg, 2016-ban szerveztünk ifi találkozót itt Budapesten, arra még csak ilyen 20-an jöttek, és akkor így pár év alatt sikerült újra visszahozni azokat a létszámokat, amikkel az első néhány találkozót megszervezték a régi ifik, és akkor ilyen 100 fő fölötti találkozókat tudtunk már tartani, és egyébként itt elhoztam, itt van ez a kis füzetecske, ez nem tudom, hogy mennyire látszik. Ez itt a második Kárpát-medencei találkozón volt, akkor kaptam, és én már ekkor is éppen ifi voltam, és hát nekem ez egy nagyon nagy élmény volt. Azt a Csobot Szabiék szervezték, aki be fog még kapcsolódni később, ugye? Igen, volt már az Erdélyi régió az előbb, és majd lesz, újra lesz a Szabi. Igen, igen. Ő most már vezetőségi tag, és ők szervezték ezt a találkozót, és ez nekem egy olyan életre szóló élmény volt, hogy mindig oda nyúlok vissza, és abból táplálkozva szervezek, vagy szerveztem az elmúlt pár évben. És éppen most egy staféta átadás történik, mert én lassan így kiöregszem az ifik közül, és meg is alakult egy új ifi vezetőségi csapat, aminek a tagja a Timi is majd, aki mindjárt megszólal. És hát tök jó érzés, hogy tovább tudtuk adni a stafétát. Akkor még egy picit kérdezek annyit, hogy ha tőled megkérdezném, Bálint, hogy miért ragadtad meg azt a stafétát? Mi volt az, ami erre inspirált? Akkor arra mit mondanál? Hát a jó élmények, amiket kaptam a hálóba, és úgy éreztem, hogy van lehetőség, vannak társak is, akikkel lehet együtt munkálkodni, és tök nagy érték a háló találkozó, szóval csináljuk és szervezzünk. Az idősebbektől, meg magától a szervezettől kaptunk lehetőséget, támogatást, és akkor így tudtuk csinálni. És amit én még így el szerettem volna mondani, amit így különösen szeretek a hálóba, az egy hosszú lista lenne, de most egy dolgot szeretnék még kiemelni, hogy szerintem minden háló találkozó tulajdonképpen egy lelki gyakorlat, de egy olyan lelki gyakorlat, ami egyben missziós is. Tehát nagyon könnyen tudnak olyanok is kapcsolódni hozzá, akik mondjuk egyáltalán nem is vallásosak, viszont akik meg mélyen hívőek, nekik is tud adni, és lelki gyakorlatként működik az a 3 nap, vagy a táborokban az 1 hét. Nagyon szépen köszönöm. És akkor nézzük meg, hogy ki az, akinek továbbadta a Bundi azt a bizonyos stafétabotot, amiről beszéltünk. Tehát akkor most a Zoom segítségével kérem Magyari Timit, hogy mondja meg nekem, hogyha azt a szót mondom neki, hogy jövő, akkor arról mi jut eszébe a hálóifi vonatkozásában? A hálóifi vonatkozásában a jövő az igazából valamilyen szinten bennünk áll. Tehát nem tudom, én 2008 óta hálózok, és azt, amit én a háló által megtapasztaltam, azt mindenképp tovább szeretném adni. Ide tartozik az, hogy
hogy a hitem itt erősödött, meg igaz barátságokat találtam, és szeretném ezt az élményt megosztani másokkal is. Tudnál nekem egy olyan élményt mondani, ki tudsz ragadni valamit, ami úgy megosztható a többiekkel? Igazából a 2008-as tatai tábor, nem tudom, tehát az nekem mindig egy olyan különleges tábor marad, az volt az első hálótalálkozom, szüleimmel mentem, és nem tudom, tehát ott tapasztaltam meg igazából először Isten jelenlétét, és ott lehettem igazán barátokra. Tehát az volt az első alkalom, amikor úgy éreztem, hogy elfogadva vagyok, hogy Isten szeret, és hogy az emberek is szeretnek. Ez nagyon szép volt, nagyon szépen köszönjük, Timi. És az a tábor szó, azt gondolom, hogy nem voltatok itt a stúdióban, de iszonyatosan sokszor elhangzott már itt az elmúlt időszakban. És akkor én most ezt odadobnám Ivetnek, hogy mondd el te, hogyha én azt mondom neked, hogy tábor, akkor neked arról mi jut eszedbe? Mi az, amit megosztanál velünk? Hát én már otthon is annak idején Párciumban sokat jártam táborokba, de azok csak régiós táborok voltak, én is talán 2007-ben voltam először, de ebbe az egész Kárpát-medencei háló érzésbe akkor csöppentem bele, amikor 2012-ben először voltam a Kárpát-medencei táborban, és az azért találtam azt a tábort nagyon különlegesnek, mert egyrészt mindig azt mondom, hogy kicsit olyanok, mint a társasjátékok, hogy 0-tól 99-ig bárki csatlakozhat, de mégis van egy olyan jellege, hogy így vannak külön altáborok, és akkor itt megvan az ifiknek is a külön altáboruk, és ez kicsit olyan, mint amit egész évben vannak jó találkozók, vannak régiós dolgok, de mégis ez az az egy hét, amikor egyrészt az egész Kárpát-medencéből, másrészt kortól függetlenül is bárki jöhet, illetve ez egy kicsit hosszabb, mint egy találkozó, tehát jobban ki tudunk bontakozni, mélyebben el tudunk mélyülni dolgokban, a barátságok is jobban meg tudnak egy ilyen alatt alakulni, és nagyon-nagyon jó programok is szoktak lenni, amik nagyon szívesen gondolunk vissza rá. Például a legutóbb pont ugyanúgy Tatán volt, mint amit említett Timi is, ez 2019-ben volt, és akkor is amellett, hogy például voltak nagyon jó előadások és kis csoportos beszélgetések, műhelymunkák, de mégis az ifiknek azért ott volt az, hogy elmentünk sárkányhajózni, volt külön sütögetésünk, és akkor volt időnk arra, hogy ezek a szoros barátságok meglegyenek, és akkor ezt egy egész éven át, most hát sajnos legutóbb 2020-ban nem tudott létrejönni, de általában, amikor egy egész éven át azt várjuk, hogy a következő évben is jöjjünk, és közben tudunk a találkozókra is menni, úgyhogy ezek nekem mindig nagyon jó élmények voltak, és valahogy mindig, kicsit mindig attól félek, amikor valakinek először mesélek a hálóra, hogy hát ha az, ami bennem ott van, az neki nem lenne, de mégis akárhányszor valaki eljön ebbe a táborba, mégis mindig nagyon bennük is meg lesz ez az érzés, ami miatt én is minden évben nagyon szívesen megyek. És remélem, hogy jövőre el tudsz menni, és mindenki el tud menni, aki itt van, de akkor most én ezzel, ami befejeztél, és a tábort egy kicsit megváltoztatnám, és én azt kérdezném Szabó Kincsőtől, a Zoom másik oldalán, hogy ugye egy kicsit átalakult a vírus miatt ez az egész helyzet, de ha jól tudom, akkor Parciumban az online kisközösségek nagyon jól működnek, és nagyon jól összeszerveztétek és összehoztátok, hogyha most nem is tudjátok személyesen tartani a kapcsolatot, virtuálisan ez azért működjön, és egyébként ez a Kárpát-medencére is igaz, hiszen ti még az egész Kárpát-medence vonatkozásában azért ilyen online beszélgetéseket, online napokat tartanak, de akkor Kincső, téged kérdezlek, hogyha azt mondom, hogy online, akkor neked erről most mi jut eszedbe? Hát nekem elsősorban a Skype ifik jutnak most eszembe akkor a háló vonatkozásában. Így neveztük el az online ifjainket, mert még tavaly, hát mikor először elkezdődött ez a kijárási tilalom volt itt Romániában, meg ez a vírusos helyzet, akkor nem volt lehetőségünk találkozni, de mégis szerettünk volna valamilyen formában, tehát azért nagyon hiányoztunk egymásnak itt egy elég szoros baráti társaságban, egy nagyon jó közösség, és a többiekkel úgy döntöttünk, hogy akkor Skype-on csinálunk egy csoportot, és ott ugyanúgy minden szerdán, mint ahogy élőben is találkoznánk, 5-től Skype-on beszélgetünk, és Skype-on próbálunk meg mégiscsak kapcsolatban maradni egymással.
Nagyon szépen köszönöm, és remélem, hogy azért a személyes találkozás, mint Partium, mint Kárpát-medence szintén összejön, és azt hiszem, hogy erre Péter is nagyon vár, mert neki azt a szót mondom, hogy KMFT, és akkor meghallgatjuk, hogy ő erre most mit mond. Ez egy nagyon izgalmas szó. Ez egy nagyon izgalmas szó, ugye ez egy rövidítés. Ez a Kárpát-medencei fiatalok találkozója. Ez alapvetően egy olyan programsorozat, amit Budapesten zajlott, ami a Bálint és a Sárának egy nagyon nagy érdeme, hogy ezt a programsorozatot éveken keresztül gründolták, szervezték, csinálták, és rengeteg energiát fektettek bele. Egy gogozóira jöttünk haza egyébként akkor, és az Ivett is ott volt a kocsiba, jól emlékszem, és akkor találtuk ki, hogy legyen egy ilyen. Igen. Méghozzá a Semmelweis utca 4 szám alatt a hálónak a budapesti központjában. Az S4-ben. Na most ez a programsorozat, ez arról szól, hogy havonta a Budapesten tartózkodó, vagy a Budapest környezetében tartózkodó olyan fiatalok, akik a Kárpát-medence tájairól jöttek ide Budapestre tanulni, vagy már dolgoznak itt, de nincsen közösség, havonta találkozzanak, és egy bizonyos program keretében együtt legyenek, együtt időt töltsenek, és közösen alakítsák a saját kis közösségüket. Többféle program volt. Tehát a koncerttől kezdve, akár ilyen mesésebb programon át, egészen ugye az idei évig, amikor a járványhelyzet miatt hát fel kellett függeszteni, de ez a jövő évben újra fog indulni, amint vége a járványnak, egyből indul is, egy maradj talpon vetélkedővel, amit a Kárpát-medence tájai és néprajza kapcsán fogunk rendezni, amely majdnem megszervezésre került novemberben, csak hogy a járvány megint felülírta a számításainkat, de remélhetőleg februártól, márciustól már ezt újra tudjuk folytatni. És én azt is remélem, mert ha jól tudom, akkor azért nem csak arról szóltak ezek a találkozók, hogy beszélgessetek, hanem meg is ismerkedtetek a különböző területek kultúrájával, akár ételek, italok, viccek, játékok kapcsán. Én nagyon remélem, hogy ezt folytatni tudjátok, és akkor lehetővé válik, hogy már március-áprilistól megint összeverődjön ez a kis csapat itt Budapesten. Mindazok részt vehetnek benne, vagy részt tudnak benne venni, akik bármelyik tájékáról a Kárpát-medencének most jelen pillanatban itt dolgoznak, itt tanulnak, és tulajdonképpen így a Semmelweis utca 4 szám egy második otthonukká tud várni. Hát én nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, és akkor visszavárunk benneteket majd a Semmelweis utcába, és akkor most viszont arra kérlek benneteket, hogy egy újabb ilyen generációs cserével, akkor a apukádékat engedjétek vissza a stúdióba. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok, köszönjük. És nagyon szépen köszönjük Timinek és Csengének is. Köszönjük Kincsőnek. Beszélgettünk arról, hogy mi minden történik a hálóban, és többek között a magyarság kultúrájáról is beszélgettünk, hogy ez egy fontos elem, hogy a kultúra az megjelenjen mindenféle találkozón, táborokban. Illetve ma bemutatják azok a hölgyek, akik a budapesti háló S4-nek, az, hívjuk úgy őszikék, tehát ilyen kultúrkör és kézműveskörnek a tagjai, hogy miket készítettek itt az elmúlt időszakban advent, illetve karácsony kapcsán. Jó, hagyj kérdezzem meg, Mária, hogy most mit fogtok itt nekünk megmutatni, hogy milyen dolgok készülnek itt? Hát a mézest azt én otthon elkészítettem, ezt minden évben itt a hálóban szoktuk közösen kidíszíteni,
és utána mindenki hazaviszi, amit megsütött. Tehát mindig közösen, mert elég munkaigényes ezt így kidíszítgetni, és közösen sokkal jobb. Értem. És még mi készül itt? Ági mit fog készíteni? Levegőre keményedő gyurmából különböző karácsonyfa díszeket. Hát a hal és a szokásos jelképek, szimbólumok készülnek. Köszönöm, és ezt látom, hogy vannak ott még, mert ezek lesznek majd, ugye, ilyen lesz a végeredmény. Igen, ez lesz a végeredmény. És látom, hogy itt van még más is. Ez hulladék hasznosítás. A régi csomagoló papíroknak a maradékaiból, ami már más célra nem jó, kis darabokat vágunk, és gyönyörű levelező lapokat, meg üdvözlő és ilyen ajándék átadó dolgokat lehet belőle készíteni. Tessék, például ilyeneket. Igen, ilyeneket megmutatom a kamerának. Nagyon szépen köszönöm. Hagyunk benneteket dolgozni, és akkor egy kicsit a végén, amikor már a műsor végénél tartunk, akkor egy picit beszélgetünk majd arról is, hogy a kézműveskedésen kívül a kultúrkörben mi történik. Meghallgatunk egy dalt, amit az egyik erdélyi bogozón küldött nekünk. Erdő mellett estvélettem, Subán fejem alá tettem, összetettem két kezemet, úgy kértem jó Istenemet. Én Istenem, adjál szállást, már meguntam a járkálást. A járkálást, a bujdosást, az idegen földön lakást. Adjon Isten jó éjszakát, küldje hozzánk szent angyalát, bátorítsa szívünk álmát. Adjon Isten jó éjszakát, adjon Isten jó éjszakát. Megint csak szeretném kérni az erdélyi régióban most bejelentkezőket, hogy meséljenek nekünk arról, hogy milyen hagyományokat őriznek, és milyen módon ott. Most első körben én Konrád Katalint szeretném megkérni arra, hogy meséljen nekünk arról, hogy a Partiumban mi szokott történni ilyenkor, sajnos idén nem. Adverszel kapcsolatos esemény zajlik, amit igazából mi találtunk ki. Az egyik ilyen esemény, ez az adventi időutazás. Ez az adventi időutazás, ez azt jelenti, hogy 14 állomásba dolgozzuk föl a karácsonyi történetet. Ebben a 14 állomásba nagyon sok minden fél bele. Tulajdonképpen a gyermekeket, fiatalokat és a felnőtteket is várjuk erre az eseményre. Ez az esemény mindig egy vezetett történet, hozzávetőlegesen egy órás visszakalauzolás az időbe. Azzal szoktuk kezdeni, hogy rákészítjük, vagy fölkészítjük a résztvevőket arra, hogy egy kicsikét jöjjenek velünk vissza a 2000 évvel ezelőtt történt eseményekre. És a ráhangolódás után rögtön betekintünk Joakim és Anna, akik ugye a szűzanyának, Máriának voltak a szülei, hogy vajon ők hogy éltek? Vajon ők hogyan várták a kis Máriát? Hogyan készültek arra, hogy gyermekük lesz? Milyen módon nevelték ezt a leánykát annak idején, hogy ilyen remek hölgy édesanyja, Jézus édesanyja lett belőle? Itt elidézünk és beszélgetünk erről. Aztán elidézzük az angyali üdvözletnek a helyszínét, ahol az angyallal találkozunk, és akkor ezt nézzük, hogy
hogy mi is történt itt, és milyen esemény zajlott. Aztán ellátogatunk Názáretbe. Názáretbe, ahol Mária valószínű, hogy kenyeret sütött, valószínű, hogy nagyon szívesen látott mindenkit, aki betért az ő otthonába. Aztán betekintünk József álmába. Mi történt akkor, amikor az angyal meglátogatja őt, és elmondja, hogy nem kell Máriát elküldenie. Aztán elmegyünk Máriával, és meglátogatjuk Erzsébetet. Aztán együtt megyünk a Jeruzsálem felé vezető úton, egészen Betlehemig. Aztán megtapasztaljuk azt is, hogy mit jelentett Máriának és Józsefnek, vagy mit jelenthet nekünk, hogy ha elutasítanak, ha kiküldenek bennünket valahonnan azért, mert nincs pénzünk, azért, mert nincs olyan ruhánk, mint ahogyan kellene, vagy bármi másért. Az elutasítást tapasztaljuk meg a valamikori Betlehem széli kocsmában, fogadóban. Aztán meglátogatjuk azokat a pásztorokat, akik kinn a mezőn tartják a nyájukat, és megjelenik nekik az angyal. Milyen érzések, milyen gondolatok játszódhattak le azokban az emberekben, azokban az egyszerű emberekben. Aztán meglátogatjuk a három királyt, készülve arra a nagy útra, amit megtesznek egészen Betlehemig. Velük együtt fedezzük fel a csillagot, majd meglátogatjuk Heródest, Heródes palotáját, és megnézzük, hogy milyen az, amikor kemény szívvel utasítanak valamire. És a legvégén megtaláljuk a kis Jézust a jászolban, Betlehemben. Sok éven keresztül készítettük ezt az adventi utat, és nagyon-nagyon sok pozitív tapasztalatunk van ezzel. Olyan mélyre tudtak az emberek lemenni ezzel a történettel, hogy csoda volt látni kisgyermekektől kezdve egészen a felnőttekig. Az egyik alkalommal volt egy 11-12-es leányka, aki azt mondta, hogy nem szó se róla, hogy őt bevigyük ebbe a történetbe. Ő írt, megvárja az osztályt, és szépen ügyesen nem fog csinálni semmi rosszat, de higgyem el, hogy ő nem hajlandó ebbe a játékba részt venni. Ez neki idegen, nem szeretne. Addig beszélgettünk vele, amíg jött velünk, és elindult ezen az úton. Az első állomásnál még nagyon figyelt, és nagyon hallgatta, hogy Joakim és Anna házánál vajon mi is történhetett. És amikor az angyali üdvözletnek a házát meglátta, ahol minden hófehérbe pompázott, és valahol fönn a lépcső tetején a hófehér leplek alul egy fény áradt, a fején lévő sapkát lekapta a fejéről, a hóna alá gyűrte, és a legvégén, amikor a jászolnál megállt, letérdepelt, és a könnyeitől küszködve alig lehetett aztán őt fölállítani, hogy de most már vége, gyere, és menjünk vissza az iskolába. Nem, ő nem megy el, ő itt akar maradni. Tehát ilyen nagyon csodás dolgokat hozott ki felnőttekből, gyermekekből egyaránt ez az adventi út. És számunkra is nagyon sokat jelentett. Most itt advent közepén már, nekem most végtelenül hiányzik ez, látni azt, hogy az emberek hogyan élik ezt meg. Hogyan tudjuk őket egy kicsit a karácsonyhoz, ehhez a belsőséges ünnephez, Jézus születéséhez eljuttatni, elvinni. Nagyon sok hálós barátunk vett ebben részt, és nagyon sok hálós barátunk szeretett volna az idei évben is részt venni. Sajnos ez most nem így lesz, de reméljük, hogy még sokszor fogunk ilyen adventi utat. Nagyon sok ember tudunk még elvinni arra a pontra, ahol ők belül a szívük mélyén megtalálják a kis Jézust, megtalálják a jászolt. Nagyon szépen köszönjük, Kati, és nagyon-nagyon reméljük, hogy jövőre nagyon sokan végigjárják veletek ezt az adventi utat. És akkor én most megkérdezném Szabit és Lórit Erdélyben, hogy azon túl, hogy most hallottunk tőlük nem Erdélyből egy szép dal, még mi minden történik, akár advent, akár egyéb időszakban Erdélyben, amit így a kultúra és a háló jelképez. Hát én, amit el szeretnék mondani, ez adventi
időhöz kapcsolódik, tehát a, már az első adventi vasárnap előtt a családjaink összeültek és elkészítettük közösen mindenkinek a családi adventi koszorúját, tehát itt inkább nagyobb szerepet kaptak a kedves feleségeink és a gyermekeink. A férfiak feladata az volt, hogy beszerezni a zöld ágat, és akkor itt közösen elkészítettük az adventi koszorújainkat. Advent első vasárnapján összegyűltünk ismét egy család udvarán, ahol meggyújtottuk az adventi koszorú első gyertyáját, tehát ez már egy több családban jelen ezen az udvaron, most már ugye második vasárnap is meggyújtottuk az adventi koszorút, tehát hagyományosan a városnak ez egy nagyon szép kezdeményezése, de most, hogy a városban nem történik meg, akkor ugye a családjaink udvarára szorítkoztunk. Persze megpróbáljuk betartani azokat a követelményeket, amit ugye mostanában ez a járvány miatt van. Amit még fogunk és szoktunk minden évben, ez a szállás keres a Szent Család, tehát ez egy kilencszer, tehát 10 család vagyunk, akinek nagy része hálós, és tehát mindig más és más családnál szállást keresünk tulajdonképpen, tehát az ugye a Szent Családnak a szálláskereséséről szó, nagyon szép hagyományos forgatókönyve van ennek. Hát amit még szoktunk ilyenkor, most már ez is meg lesz tartva, lesz egy közös disznóvágásunk, akkor még ami hagyomány és elég erős hagyománya van nálunk Gyergyó Szent Miklóson az élő betlehemesnek, tehát én is voltam az élő betlehemesnek szereplője a családommal, a feleségemmel és a középső fiammal, aki akkor újszülött volt. Tehát a templom udvarán tulajdonképpen egy istálót rendeztünk be élő állatokkal és emberekkel, és akkor a Szent Misa után hát tulajdonképpen mi képviseltük a Szent Családot, mint élő betlehemes. Karácsony napján tulajdonképpen elmegyünk, nagyon erős hagyománya van a lányéneklésnek, illetve a családok megéneklésének, tehát ez ugye az énemidő mindenek. Másnap a Szent István éneklésnek, a Szent János éneklésnek harmadnak, tehát vannak Istvánok, Jánosok a családjainkban, és ezeket tartjuk, tehát akár fúvószenekarral is felvonulunk egy-egy családhoz, aki tagja mondjuk a fúvószenekarnak, stb. Tehát ezek nagyon erősen megvannak. Hát nekünk Gyergyó Szent Miklóson most volt a város búcsúja, tehát ott is nagyon, tehát városnapok zajlottak, most nagyon-nagyon visszafogottan ugye emiatt a járvány miatt, de azért a fontosabb részek, tehát a búcsú és a kikerülés az nem maradt el, tehát mi azért ragasztunk ezekhez a dolgokhoz nagyon erősen, megtartjuk a lehetőségekhez képest. Köszönöm szépen! Hát mi köszönjük, és szerintem nagyon sokan vannak itt a stúdióban is, meg gondolom a képernyők előtt is, akik nagyon szívesen csatlakoznának hozzátok is. Én most egy picit megint így ugranék egy másik országot, és Felvidéken kérdezném meg Krisztiéket, hogy ők meséljenek nekünk arról, de igazából nem akarok senkit megkötni, hogy advent környékén csak adventről beszéljünk, hogy nekik így a hálókultúra területén milyen megosztani való emlékük van. Köszönjük szépen. Én úgy általában szeretnék akkor a háló és a kultúra kapcsolatáról beszélni, és teljes pontosan így helyi szinten. Mi Szentről, Gyögyövel együtt Szentről egy kisvárosból származunk, itt élünk Pozsony közelében. Ebből a városból származik Szent Monnár Albert, aki egy jó pár száz évvel ezelőtt élt itt, illetve született, gyerekkorát itt töltötte, egy református lelkész, zsoltár és műfordító, és igazából a szenci magyar kultúra nagyon összekapcsolódik az ő nevével, az oktatás és oktatási intézmények, mint az ő nevét viselik az óvoda, az általános iskola, középiskola, és volt itt hosszú éveken keresztül egy klub, Szent Simonnál Albert klub, amely talán a leginkább összekapcsolódik, összefonódik a háló tevékenységével, illetve bizonyos hálós személyiségekkel. Erről majd
Gyögyő egy kicsit bővebben beszél. Én még egy ilyen dolgot szeretnék megemlíteni, hogy bár a háló elvileg katolikus, vagy alapszinten katolikus szervezet, mégis nyitott az egyéb felekezetű vallások, közösségek felé, így egyáltalán nem volt gond, például amikor a hálótáborban egy esti műsorban a mi csapatunk, a felvidéki csapat református zsoltárokat énekelt. Ez teljesen nyitotta a háló közössége a felekezetek közötti kapcsolódásra is. És akkor most átadnám a szót Gyögyőnek, hogy egy kicsit beszéljen bővebben a Szent Imolár Albert Klub és a háló kapcsolatáról. Köszönöm szépen, én is mindenkit üdvözlök. 2000-ben indult Szencen egy, úgy mondtuk, hogy csinálunk egy összejövetelt, és lényegében akkora volt az érdeklődés, hogy utána 14 évig működött itt a Szent Simonár Albert Klub. Hát ugye az elején az úgy működött, hogy minden hónap harmadik csütörtökén összeértünk egy bizonyos helyen, és amikor bekapcsolódtunk a hálóba 2000-ben, utána olyan, itt is lehet látni, hogy a hálónak milyen ereje volt. Fölírtam, hogy 19 egyén volt hálón keresztül előadni a Szent Simonár Albert Klubba. Nem akarom az összeset, de Reinsheren, Sije Jenő, Huslics Kata, Simó Józsi, Záhoran Adrián, Balcó András, 50. klubesünkön Balcó András itt volt, akkor Fejérvári Sándor és Nella, Szabó Ferenc atya, Halc József, Sebestyén Otto, Tófalvi Mihály, Sebastián atya Indiából, Orosz István és Rita, Bőte Csaba, a századikon itt volt Bőte Csaba, hát hadd ne mondjam, hogy többség állt, mert 250-en voltunk az előadásán, illetve a klubesten, Konc Andris, Túróti György, és utolsó 141. klubestünk, épp Szejbek András volt. Hát én úgy érzem, hogy 140 klubestből itt különben többen voltak, akik ezek közül, akit említettem, többször is itt a klubesten. Sőt, amikor egyszer itt volt atya, Orosz István atya és Rita, itt voltak, akkor csütörtökön volt a klubest, pénteken összejöttek a helybéli tanárok és tanítók, és nekik tartottak egy előadást, és szombaton egy háló találkozó volt, ahol szintén mind a ketten szerepeltek. Hát én csak hálával tudok gondolni vissza ezekre az időkre, és hát én remélem azt, hogy ez a kapcsolat megmarad, és még itt nálunk is elindul, vagy egy klub, vagy de hát őszintén mondom, hogy most már hagyjuk a fiatalabbakra, mert hát mi már lassan kiöregedünk ebből. Köszönöm szépen. Szépen, és nagyon szépen köszönöm eddig mindenkinek, és azért látható, hogy most azért egy picit elcsúsztunk az adventi kultúrkörből, és tevékenységben abban is, hogy általában milyen kulturális tevékenységek vannak jelen a hálóban, aminek egyébként itt Budapesten az egyik fontos központja a Háló S4 a Semmelweis utcában, és azért, hogy a Délvidéket megint összekössük a Háló S4-jel, ami ugye teljesen jellemző a hálóra, hogy folyamatosan kapcsolatot keres. Én most átadom a Sony Gyurinak a szót, aki egyrészt majd beszélni fog a Háló S4-ről is általában, de először azt kérem, hogy a két délvidéki vendégünkkel beszélgessen arról, hogy ők hogyan kapcsolódtak a hálóhoz, a Háló S4-hez, illetve egyáltalán mivel foglalkoznak Délvidéken. Igen, aki egy kicsit belekóstolt hálósként a szervezés adta lehetőségekbe, illetve az örömökbe, az
előtte már régebben emlegetett összekötésbe, az nagyon sok kincset tud előhozni és megmutatni másoknak. És ezzel próbálkozunk mi itt Budapesten, de ennek is mély gyökerei vannak a hálóban. Ugye egyrészt itt elhangzottak előadók, neves, jeles papok, püspökök, akik a háló lelkiségét vitték a Kárpát-medence sok-sok helyére, de ugyanúgy neves kultúrelőadók, ugye Síje Jenőt említette Puhár Zoli, hogy Erdélyben sok helyen járt, a Kaláka Együttes, és lehetne hosszasan sorolni, több név is elhangzott itt. És azt hiszem, hogy ennek ellenére, vagy ez mellett, a magunk berkeikben is találhatunk olyan színes és rendkívül nemes egyéneket, akik hálósok, és sok mutatnivalójuk van. És én elsősorban szeretném a bánsági Törökbecséről, a Tisza mentéről megszólítani Micsik Béla barátomat, aki egy, azt lehet mondani, hogy ő ész, tehát olyan szakmák, foglalkozik, olyan foglalatosságai vannak, amik ész végződése hangzanak, és bevezetésként még annyit, hogy délvidéken él, és erdélyi felesége van, és akkor átadnám neked a szót, és örülök, hogy itt vagy velünk. Hát igen, zenész, kert ész, méh ész, hangszer ész, mindegyikben kicsikét, hát hogyha nézem, hogy hitoktató vagyok, még valahol kicsikét a lelk ész is, de hát az nem az én tisztem. Úgyhogy zenész, hát már kölökorom óta zenével is foglalkozok, citerásként. Hát kántor is vagyok, meg hangszerben mutatózok. Hatalmas nagy kertünk van, úgyhogy kertészködünk zöldségféli krizantémok. Nagyapám törökültem a méhészködést, nagyon szeretem a mézet is, de nem is az, hanem az állatnak a szeretete is, hogy a méhészet meg tudja tanítani az embert, valójában alázatosnak lenni, a természetnek az erejének, befeküdni, és 93 óta cituorakészítő is vagyok, éppen most a műhelyben ülök. Hát 93 óta már 600 valahány hangszert sikerült eddig megcsinálom, és ez a hitoktatás is, meg ez a kántorizálás is valahogy megelőzte valójában az, hogy hálós is legyek. És mindazt, amit a háló előtt, meg alatt is szereztem, azt, amit felsoroltam az eszeimet, azt mind elhoztam a hálóba, és azt is ott próbálom népszerűsíteni, ahogy más is tudja hozni a saját eszeit, és közösen ott a nemesülünk. Azt szeretem ebbe a hálóba is valójában, hogy tulajdonképpen mindenki egyfajta tanúságtételt csinál, és sokat beszélünk, az emberek egymás szemében néznek. Valahogy így ismerjük meg egymást, hálósok. Hát igen. A háló nem hozta a feleségem, mert előbb lőtt a feleségem erdélybű, de hát ez egy nagyon jó kis ötvezet szerintem, úgyhogy ahogy szoktam mondani egy kívülálló, hogy a székelyföldi forrófejűség és a délalföldi nyugalom valahogy itten kettőnkbe tanálkozott, és így, hát így megtanáltuk egymást, és az is az érdekes benne, hogy ugye hát én amennyire szeretem a hálót és részt veszek benne, a feleségem annyira nem vesz benne részt, viszont nagyon szereti a hálónak a hangulatát, és úgyhogy reformátusként is nagyon szívesen részt vesz. Talán az egyetlen tábor, ami nem a kézművesség, melyik gyöngyfűző, és hogy részt vesz benne. Segíteni is szokott szervezésbe. Például, amit én itten Törökbecsén szoktam szervezni, az az Aracsi Puszta Templomhon való gyalogos is bringás zarándoklat, azaz egy kirándulás, a délvidéknek egy fantasztikus, egy látogatni való helye, egy Árpád korabeli háromhajós templom romja, kint a nagy semmi közepibe, és ott is szoktam szervezkedni, mint idegen vendégész, magyarán kivezetni az embereket, csoportokat is esetleg, hát
elmondani egy pár szót, mert hát úgy érzem, mint ahogy Gyuri is mondta, hogy sokkal többet ér, hogyha egy helybeli adja elő a sztorit, azaz mesél egy kicsit a látványosságról, mint egy idegen vezető, aki gyűn, aki biztos, hogy kompetenciásabb, mint én talán szakmabeli, de így sokkal hitelesebb, vagy mondjak autentikusabb, hogyha egy helybeli van. Van még egy kártyánk délvidéken, egy kedves barátom, Tápai Róbert, aki hittantanár és vegyész egy személyben, és ő azon kevesek egyike, aki budapesti tanulmányai során ismertem meg, és ezek után hazatért a délvidékre, és ott elkezdett kultúrával foglalkozni nagy kikint a városban. Nem is olyan régen, egy évvel ezelőtt Budapesten találkoztunk. Hogy jött létre ez a találkozó? A barátságunk, illetve ismertségünk az elég régre nyúlik vissza. Most már szinte 20 éve, a hálóval is egyébként több mint 20 éve ismerkedtem, most egy kicsit kevésbé aktívan. Na és hogy hogyan kerültünk oda tavaly, körülbelül egy évvel ezelőtt az S4-be? Hát az a kettőnk ismerettségén alapult elsősorban, hogy ezt leszerveztük előtte lévő hetekben, hónapokban, mivel szoktunk járni Budapestre egyébként is, a színjátszókörrel, néptáncosokkal, akkor összehoztuk azt, hogy eljussunk oda a hálónak az új központjába is. Amúgy mellékesként megjegyezném, hogy annak idején még a régi háló központban, a Ferenciek terén ott tevékenykedtem aktívan, úgyhogy nagyon-nagyon sokat köszönhetek a hálónak, a közösségen túl sok-sok gyakorlati tudást is magamra szedhettem, ami a közösség szervezést, illetve fejlesztést illeti, amit aztán felhasználhattam a kultúrában is, és aztán ez visszacsatolt, úgyhogy a kultúrát közvetíthettem a hálóba. Illetve itt aktívan részt vettem a különböző rendezvényeken korábban, újabban sajnos annyira nem, de a kulturális része is nagyon kiemelt volt általában minden rendezvénynek itt délvidéken, meg másfelé is, amerre jártam. Kifejezetten a táncházak tetszettek a legjobban, és a néptáncos, aktív néptáncos létem is a hálóban kezdődött az ottani táncházakban, és aztán aktívan néptáncoltam, csatlakoztam, miután hazatértem a néptánc csoportunkhoz, amivel aztán ellátogattunk Budapestre. Még egy kérdésem lenne, Robi, hogy te most már fiatal, ifjú, családos is vagy. Hogy látod most jelenleg abban a városban, ahol laktok, illetve most egy faluba laktok, a magyarság helyzetét? Tehát mondjuk Nagy Kikinda, ahol éltek, ott fogy a magyar szó. Mégis hogyan tudja a magyarság egymásban a lelket és az anyanyelvet tartani? Hogy tud ebben segíteni, hogy tudnak ebben mások segíteni, vagy ti ebben hogy tudjátok egymást segíteni? Hát ez tulajdonképpen szélmalom harc. A szó szoros értelmében, illetve átvitt értelemben is lehetetlen küldetés egyébként, tehát ezt most már be kellett ismerjem magamnak, de ugyanakkor a lelkiismeret nem hagyna békét, hogyha nem tevékenykednénk mindenképpen és minden áron azért, hogy bármit is, akármit is menthessünk, akár csak egyetlen egy lelket is a magyar kultúra és közösség részére. Nagy Kikinda az jelenleg talán még 10% magyar lakossággal sem rendelkezik, valaha ez több mint egy negyedét adta az akkori népességnek. Mindig is szorványból, most már évszázadok óta ez a vidék, ez magyar lakosság szempontjából szorványnak számít, és sajnos a végét járjuk, ez egy tény, de ettől elvonatkoztatva nem úgy törődünk bele, csak elfogadtuk. Tehát kénytelenek vagyunk elfogadni, hisz ezen már nem igazán tudunk változtatni, mint ahogy a felvidéknek egy része is magyar szempontból elveszett, ugyanúgy sajnos délvidéken is ez a vidék. De amíg magyar él, legalábbis amíg én élek és itt élek, addig magyar lesz.
de azért bízom benne, hogy közösségként is még leszünk egy jó darabig. Az elmúlt egy évszázad rácáfolt arra, hogy könnyedén leszámolhatnak velünk, mint magyar közösséggel. Ez nem így történt, és bízom benne, hogy még sok-sok évtizedig leszünk a megfogyatkozva is, és aktívan gyakorolva a magyar kultúránkat közösségben. Köszönjük szépen, Robi, köszönjük, hogy velünk voltál, köszönjük a türelmedet, és bízunk benne, hogy valahogy folytatjuk, ha nem is mi ketten, hanem másokkal együtt, akár erdélyekkel, akár felvidékiekkel, és valahogy a kapcsolatot tudjuk ápolni továbbra is. Köszönöm szépen, minden jót nektek, neked. Viszont kívánok minden jót. Köszönjük szépen, és akkor Gyuri, azt kérném, hogy a Robihoz csatlakozva, aki említette, hogy már többször felléptek a hálónak a központjában, először a Ferenciek terén, most pedig a Semmelweis utcában, picit mesélj arról, hogy maga a háló S4, a háló budapesti központja milyen kulturális tevékenységet folytat. Igen, az előzményeket említettem, ha van valahol vidéken egy háló találkozó, a helyi kultúrcsoport általában föllép, azért, hogy megmutassa magát, hiszen erre nagyon kevés lehetőség van. A budapesti háló központ körülbelül 2005-ben alakult meg először a Ferenciek terén, vagy talán előtte való években, de talán az első rendezvényünk 2005-ben volt, és ott többen ráéreztünk arra, hogy a kultúra közvetítése fontos közösségépítés lehet, és a kereszténységet a kultúrával valahogy össze lehet kötni, és Budapesten erre lehetőségünk volt a Ferenciek terén. Megemlíteném itt Koncz András nevét, aki azokban az években nagyon sokat szervezett, segített, nagyon sok koncertet, mindenféle összejöveteleket szervezett, és oda hívtunk embereket, és ez a tevékenységünk Budapesten 2011 végén meg kellett szüntetnünk, mert a hely, nem maradhatunk azon a helyen, de hála Istennek körülbelül 5 évvel ezelőtt, 2014 végén egy új helyre költöztünk Budapesten, a Semmelweis utcában, akik szokták a Bonum TV-t nézni, néha szoktunk híreket adni az itteni rendezvényeinkről. Mi azt valljuk és azt gondoljuk, hogy nem csak közönségszervezésről van itt szó, hanem közösségépítésről. Nagyon sokan, akik járnak a rendezvényekre, ezekre, amik itt vannak, azok azt vallják magukról, hogy ők hálósok. Ők nem úgy hálósok, mint a Kárpát-medencei hálósok, de szeretnek odajárni, és egymásnak adnak valamit. Ezeknek az eseményeknek, kulturális eseményeknek az egyik fő eleme az, hogy mindig megpróbálunk valami személyes szálat odavinni. Tehát ha van egy koncert, egy neves együttes, Ferenci György, vagy a Kaláka, vagy Albinoni Kamarazenekar, vagy a jazzklubjaink, sok-sok jazzklubot is szerveztünk, általában megszólítjuk az előadót, és megpróbáljuk, Makám együttes, Krulik Zoltán, megpróbáljuk valahogy kapcsolatot, vagy valahogy egy beszélgetésbe elegyedni az előadóval, és így módon egy közvetlen kapcsolatot, személyes kapcsolatot a közönséggel kiépíteni, és bízom benne, hogy ez megmarad. A számokban számolva, hát nagyon belevetettük magunkat ebbe a szervezésbe, tehát a pingpongozástól kezdve, a koncerteken keresztül az énekszakkör, Navratil André, hát nem szabad azt mondani, énekszakkör, inkább dúdolója, tehát amikor az emberek nem Navratil Andrát hallgatják, hanem együtt énekelnek vele, tehát különböző ilyen próbálkozásunk és lehetőségeink vannak, és ezekre hívjuk a jószándékú embereket, és abban bízunk, hogy ezen keresztül nekik egy picit többet is meg tudunk mutatni a hálóból. Tehát egy picit fel tudjuk villantani, hogy az, amit mi Budapesten szervezünk, nagy igyekezettel és lelkesedéssel, azon kívül van egy másik világ, és az a világ felé próbálunk valamilyen hidat megnyitni. Azt gondolom, hogy ez egy nagy lehetőség itt számunkra Budapesten, és olyan értelemben felelősség is, hogy amit Robi említette, hogy anyagi és más lehetőségeinkhez képest mi szeretnénk a külhoni barátainknak, az ő közösségeinknek
egy otthont biztosítani, fellépést, vagy az, hogy megmutassák magukat, vagy egyszerűen csak befogadjuk őket. Tehát így voltak például a Nagybányáról, volt Újvidékről, a Fórum Nyomdának volt egy könyvemutatója, de hosszasan lehetne sorolni Erzsébetlakról, Délvidékről, hosszasan lehetne sorolni ezeket az eseményeket és alkalmakat. Én azért ki szeretnék emelni egy ilyen sorozatot, az a Háló Jazz Club, ami Dezső Csaba hegedűművésszel szervezünk. Talán ez a legrégebb óta meglevő sorozatunk. A 111. klubestig érkeztünk el, ahol a magyar jazz zenei élet legkiválóbb képviselői léptek föl, és én nagyon-nagyon hálás vagyok a sorsnak, vagy a lehetőségnek, hogy ennek a szervezésében közreműködhetek. Van egy kiállító termünk, ahol a Kolta Galériának van folyamatosan kiállítása, és a következő vendégünk Katko Tamás lesz, aki mesél nekünk erről a galériáról. Akkor visszatértünk, és ahogy említettem, vendégünk Katko Tamás, aki a Kolta Galériának a művészeti vezetője, és hát rögtön adódik a kérdés, hogy Háló, Kolta Galéria, hogy került ez a kettő egy asztalra, miközben a Kolta Galériának a Hálóhoz? Önmagában semmi. Viszont a kezdet az rendkívül izgalmas volt, mert valahogy én oda keveredtem abba a bizonyos legendás 2002-es zánkai nagytáborba elhívtak fényképezni, és utána valaki, nem is tudom ki, a Háló részéről földobta, hogy ha lesz a Hálónak egy kulturális központja, akkor nem volna-e kedvem galériát csinálni. És volt. Hát persze, hogy volt. És azóta is tart ez a kapcsolat, ami átívelt egyik helyről a másikra, hiszen a Ferenciek terén kezdődött, és most a Szemelvesz utcában folytatódik. Átívelt egyik helyről a másikra, és gyakorlatilag a két hálós program volt összesen, amelyik megtartotta a folytonosságot, a Jazz Club volt és a Kolta Galéria. Ugye mind a két program máshova kéreckedett be abban az időben, de hát valahogy így párhuzamosan meg. Igen, a Gyuri az előbb említette, hogy volt egy rövid időszak, amikor nem létezett a Hálónak kulturális központja, és erről beszéltél. Hát nem is most, volt az olyan rövid idő, mert majdnem három év volt. Igen. Ami talán én találtam azt, hogy az értékkövetésről, illetve arról, hogy a magyarság, kultúra, kereszténység az kell, hogy kapcsolódjon, és kapcsolódik, és ez jó, hogyha megmutatásra kerül. Talán ez lehet egy olyan történet, ami közös a Hálóban és a Kolta Galériában? Közös bennem és a Hálóban, és hát nyilvánvaló, hogy valahogy miattam áttételesen a Kolta Galériában is, persze. Első a türelem, abszolút a türelem, és mindig úgy gondolkodom, hogy nem érdekel senkinek a politikai hovatartozása, ha becsületes ember, ha jók a fotói, akkor én kiállítom a képeit. De valahol, ahogy a Háló is nagy egészben gondolkodik, én is, mint galerista. Tehát engem nem nagyon érdekelnek önmagukban a képek a falon. Engem a kiállítás egésze, annak az eszenciája izgat. Most
leleplezek egy másik titkot. A Hálónak van egy Tarsoly magazinja, amiben egyébként most pont a Tamással van egy elég hosszú interjú, és ott is felmerült az a kérdés, hogy voltak-e kedvenc kiállításaid. Egy picit mesélj nekünk arról, hogy mi van ma, mi lesz majd, és hogy a múltban mi az, amire azt tudod mondani, hogy na, ez azért igazán a szívedhez nő. Volt nagyon-nagyon sok olyan, ami szívem csücske. Akár azért, mert olyan embernek a munkáit állítottam ki, aki nagyon fontos, nagyon érdekes, akár azért, mert nagyon meg kellett szenvedni egy-egy kiállítással. Hiszen itt az érdekes, hogy általában nem kész anyagot kapok, hanem már ott vagyok a képválogatásoknál, ott vagyok a képkidolgozásoknál, és gyakorlatilag egy egész folyamatot próbálok végigvinni. Tehát onnan, hogy megbeszélem valakivel, hogy lesz kiállítása, odáig, hogy megnyitó, odáig gyakorlatilag az én felelősségem, én munkám az egész. Tehát így rendkívül sok érdekes dolog volt annak idején. Az egyik, amit nagyon-nagyon szívesen emlegetek mindig, a három filmrendezőnek a fotókiállítása. Gál István, Kósa Ferenc és Sára Sándor. Hát egyikük sincs már közöttünk, és valami elképesztő dolog volt, hogy mennyire hasonlóan látják a fotográfiát, mennyire érdekes. Beszélgettek a különböző anyagok egymással. Nagyon-nagyon-nagyon jó dolog volt, és nagyon jó volt azt a kiállítást rendezni. De ugyanígy említhetném a régi kiállítások közül Erdélyi Lajos portré kiállítását. Hát ott Kós Károlytól kezdve és Kingáig bizony az erdélyi művészek ott voltak a falon. Nagyon-nagyon érdekes volt Molnár Edit Ifjúságom története című kiállítása, ami elindul az 50-es években, és olyan emberek portréi és remek portréi szerepeltek a falakon, mint Pilinszky János, Illyés Gyula, Kocsis Zoltán, Ránki Dezső, és sorolhatnám még. Aztán volt egy olyan, amit úgy meglepetésnek csináltam meg, hálóvezetőségi találkozó volt egy hétvégén, és ott voltak szombaton, este 10-kor elmentek, és mire vasárnap visszajöttek, Szelényi Károly Szent Korona kiállítása a falon volt. És elképesztően megleptem őket. Mondjuk ez egy olyan kiállítás, tehát egy olyan anyag, amiről, hogyha kiállítása van, akkor mindig fölteszem a provokatív kérdést, hogy na, mit látnak a falakon? És akkor mindenki azt mondja, hogy hát a Szent Koronát. Nem. Szelényi Károly fotóit. Ugyanis ezek nélkül, a fotók nélkül nem ismernénk a Szent Koronát. Nem ismernénk a Szent Korona képeit, hiszen ezek annyira aprók, hogy szabad szemmel alig láthatóak. És hát ezek nagyban kinagyítva elképesztőek. És hát a jelen, ami ugye most falra került egy kiállítás, amit nem lehetett megnyitni. De ott van a falon Bozóki Dezső egykori császári és királyi sorhajóorvos kiállítása. Na most ez nekem a Bozóki anyaggal összetalálkozni, ez olyan volt, tehát úgy éreztem, hogy ez olyan, mint egy jutalomjáték, tehát mint a színésznek a jutalomjáték. Tehát én ezt már valami elképesztő ajándékként kaptam. És hát ez most már a Bozóki anyagból a harmadik, és ezek 110 éves fotók. 110 éves kézzel színezett, üvegdia alapján készült fotók, ami hát elképesztő, hogy és a galéria tulajdonképpen itt egy múzeummal, a Hopp Ferenc Ázsiai Művészeti Múzeummal dolgozik együtt.
Na most az, hogy a galéria dolgozik velük együtt, az azt jelenti, hogy én dolgozom velük együtt, mert hogy ez egy one man show, tulajdonképpen ez az egész Kolta galéria, de hát itt az ősz, amit alig várok, ami elmaradt tavaly szeptemberben, Ádám Gyula kiállítása a kenyérről és a borról, ahol végig be akarjuk mutatni azt, hogy megművelik a földet, vetnek, szőlőt kapálnak, búzaszentelés, borszentelés, szüret, minden, eljutunk egészen az Úr felmutatásig. Tehát a szentet és a profánt végre egyszer, valahára egyben bemutatjuk. Én nagyon remélem, hogy ugye, amit te említettél, hogy elmaradt most ősszel, és remélhetőleg jövő ősszel lesz, ez a NEK alatt lesz, remélhetőleg ez a kiállítás. Viszont azért mondjuk el a nézőknek, hogy azok a kiállítások, amik most itt a vírus időszaka alatt valósultak meg, és rövidebb, hosszabb ideig voltak láthatóak, azokról készültek nagyon szép filmek, amiket meg lehet tekinteni, és hát reméljük, hogy ezt a Bozóki kiállítást azért minél előbb, tehát ahogy ez a vírus helyzet abban marad, onnantól kezdve azért még meg lehet heteken keresztül nézni majd a Szemeves utca 4 szám alatt, és remélem, hogy azért utána meg lesznek olyan megnyitóid az új kiállítások kapcsán azért, amik mindig kuriózumok. Tehát én azért most már nagyon sok ilyen kiállítós megnyitón vettem részt, és azért ezek nagyon másmilyenek. Én igen, általában a kiállítás megnyitó. Az első pillanatban úgy indultam, hogy úgy indult a galéria, hogy én azt szerettem volna, hogyha a művész és a közönség közé valahogy hidat építek, és nem egy megnyitó beszéd hangzik el általában, ami után gyakorlatilag fél óra múlva hazamennek az emberek, és kész. Hanem egy órás beszélgetés a művésszel, az alkotóval. És akkor itt mondanám bele a hálónak azt a bizonyos három szóból álló szlogenjét, hogy a találkozás, a kapcsolat, az mindenképpen megmarad ilyenkor is a galériában, és ugyanúgy megtörténnek ezek. Így van, és tulajdonképpen ebből adódik az, hogy amit említettem, hogy nem megy haza három-négy óra múlva a közönség. Volt olyan kiállítás, amit reggel 3:30-ig nyitottunk. Igen, és egyébként azért ezt mondanám, hogy ez nagyon jellemző általában a hálós programokra, vagy a kulturális programok, azok soha nem záródnak azzal le, hogy véget ér mondjuk a színházi előadás, a koncert, vagy akár a kiállítás megnyitó, hanem hosszan beszélgetnek ott az emberek, tehát hogy ez a közösségépítés, ez mindig fontos eleme a kultúrának is. Nagyon szépen köszönöm, Tamás, hogy eljöttél hozzánk, és nagyon remélem, mindenkinek. Boldog karácsony. Egy megfogalmazott küldetése, hogy a magyarságot közvetítse. És most én Szejbert András szeretném majd megkérni, hogy beszélgessen velem egy kicsit erről. Egyrészt az előbb már többször említett Háló S4-ben Andrásnak két programja is van, ami a magyarsággal és a magyarság kultúrájával kapcsolatos. Egyik az ősi örökségünk, a másik pedig a népmesellemzés. És a másik téma pedig, amit én most itt azért felhoznék, hiszen idén volt a 100. évfordulója, a magyarsággal való kapcsolattartásnak az a módja, ahogy a június 4-ét a háló értelmezi. András, beszélj nekünk erről, kérlek. Igen. Idén már 3. éve volt egy felhívásunk. Igazából szeretnénk előbb-utóbb minden magyarhoz ezzel a felhívással eljutni. Tulajdonképpen arra hívjuk az embereket, amit mi próbálunk egész évben csinálni,
méghozzá, hogy tartsuk a kapcsolatot egymással. A egy mondatban arra hívjuk az embereket, hogy június 4-én hívjuk fel egy határon túli, a Trianonnál létrejött határon túli barátunkat, ismerősünket. Az üzenet annyi, hogy összetartozunk. És ezért hívjuk föl, nem azért hívjuk föl, mert akarunk tőle valamit, mert éppen meg szeretnénk nála szállni, éppen áfonyalekvárt szeretnénk Erdélyből venni, vagy bármi érdekből, hanem azért, mert hogy összetartozunk. És ennek nagyon nagy a hatása. Igazából mi Kárpát-medenceiek vagyunk, magyarok vagyunk, ilyen értelemben Trianonhoz nagyon nehéz nekünk semlegesen hol viszonyulni. Sokan sokféle választ adnak erre, vannak, akik elkeseredettek, vannak, akik dühösek, vannak, akik reménytelenek, de mindenképpen a legtöbb emberben egyfajta tehetetlenség érzés. Mi pedig azt mondjuk, hogy ne legyünk tehetetlenek, és csináljunk valamit, aktívan csináljunk valamit, méghozzá építkezve és szeretettel, olyan Dzsida Jenőssen egy picikét, hogy amíg árkokat ásnak mások, mi addig éppen szövetet fonunk. És még hálósan is, méghozzá mélyre evezve, mert a hálót a mélyben kell kidobni, és mélyen megszólítani az embereket. Nagyon nagy élmény, amikor ezzel az üzenettel, hogy összetartozunk, fel tudom hívni barátaimat és ismerőseimet. És mivel aktív tevékenységről van szó, és a tehetetlenségből próbálom meg, vagy próbáljuk meg a felhívásunkkal az embereket kimozdítani, emiatt azt hiszem, hogy sebeket is gyógyítunk. És nem valami ellen történik ez, hanem valamiért történik. Tehát ennek a pozitív, jó kisugárzása is önmagában már sebeket gyógyít. És így építkezünk, és így fonjuk teli, szőjük teli a Kárpát-medencét élő olyan telefonvonalakkal, amik tulajdonképpen kapcsolatok, emberek közötti kapcsolatok. És tulajdonképpen ez a háló végső célja is, és ezt próbáljuk évről évre, egyre intenzívebben, meg az elmúlt 3 év tapasztalatai alapján ezt eljutatni mindenkihez, és nagyon bízunk benne, hogy hosszú távon ebből egy, akár egy nagy magyar mozgalom is válhat. Ennyit erről. Nagyon szépen köszönöm. És akkor én mindenkit biztatok arra, hogy jövőre mindenképpen tegye ezt meg, hogy ő is felhívja valamelyik ismerősét, aki valahol máshol, másik országban él jelenleg, de Kárpát-medencében, vagy akár most valamelyik nyugati országban. És itt mutatnám a plakátot, arra felem mutatom a plakátot. Tulajdonképpen, ami ennek a fontos üzenete, hogy minél több ember találkozzon, ha másképp nem, akkor a telefonvonal lakon keresztül, illetve egyébként most egy picit visszatérve Andráshoz, hogy ennek a karanténnak egy olyan hozadéka, ami pozitív van, én mindenből megpróbálni megfogni a pozitívat, hogy míg az ősi örökségünk vagy a népmesellemzésre korábban csak azok tudtak elmenni, akik itt tartózkodtak Budapesten, most a különböző zoomok és webexek és másoknak a segítségével ma már Kárpát-medencéből bárki csatlakozhat ezekhez a programokhoz. Ezekben a napokban különösen is nagy szükségünk van az összetartozásra. Igaz, hogy a történelem beleszólt az életünkbe, de kötelességünk, hogy ezt így éljük meg. Tovább kell lépnünk, és valamilyen értéket kell ebből is kovácsolnunk. Feladatunk, hogy otthon érezzük magunkat itt, hogy építsük közös hazánkat kapcsolattartással is. Az örökségünket együtt kell megóvjuk. Rendkívül fontos feladatunk a beolvadásunk elkerülésére. Hogy kellően megbecsüljük azt a nemzeti és kulturális örökséget, amelybe hála a szüleimnek teljes természetességgel belenőttem. Jobban tudjuk a kultúránkat, közös történelmi múltunkat továbbadni. Bízunk a barátokban, a közösségben, követjük és éljük a hagyományainkat. A közösség az a hely, ahol elmondhatom az örömeimet, a bánataimat. Számomra élettel, érzésekkel és tartalommal van megtöltve. Nagyon sokat segítettek azok a csodálatos emberek a Kárpát-medence minden csücskéből. Én ezért csatlakozom ehhez a felhíváshoz, és buzdítok mindenkit arra,
hogy június 4-e mindnyájunk számára egy kapcsolat, de legfőképp egy nemzetépítő nappá váljon. A lehetőség megvan, a szándékot kell egymásban és másokban erősítsük. Június 4-e apropóján hívd föl te is a Kárpát-medence különböző pontjain élő barátaidat. Közösen építjük fel a Kárpát-medencei magyar keresztény közösségek hálózatát. Akkor most a vendégünk itt Bayer Robert, akinek első körben, mondanám azt, hogy a hóhért akasztják, oda nyújtok egy kártya csomagot, és kérem, hogy húzzon egyet, és válaszoljon nekem. Na mit húzzál? Mondj legalább három olyan dolgot, amihez tehetséged van. Ah, húzni is tudni kell tulajdonképpen. Az első, hogy neked válaszoljak. A második... családapának lenni, az úgy érzem, hogy tehetségem van, de erről nyilván a gyerekeimet jobban meg kell kérdezni, de én nagyon élvezem ezt a helyzetet, és nagyon szeretem a verseket, és verseket mondani is van tehetségem. Ó, ezek nagyon szép válaszok. És mint ezekre hangoló kiadványával, a három hangoló kiadványával lehet ilyen szép válaszokhoz hozzájutni, és tulajdonképpen azt kérdezném első körben tőled meg, hogy jött az ötlet, hogy elkezdjettek, mert nem egyedül csinálod, hanem van egy közösségi műhely, ilyen hálós kiadványokat készíteni. Van-e kedvenced közöttük, milyen kiadványaink vannak, közben majd a nézőknek itt mutatjuk, hogy mennyi mindenre ez lehet hozzájutni. A háló kezdetben úgy indult, úgy alakult, hogy a Kárpát-medence, nem is, tehát a katolikus közösségek ismerjék meg egymást. Történelmi okokból a katolikus közösségek kis szigetek voltak egymás mellett, és az alapötlet az volt, hogy mennyivel gazdagabb és jobb a világ, hogyha ők ismerik egymást, és tudnak egymásról, és rácsodálkozhatnak egymásra. És ez a kis csoport, ez a közösségi műhely, ez arra alakult, hogy tudjunk többet ezekről a közösségekről, ismerjük meg őket, és aztán az alakult ki, hogy ha már tudunk róluk valamit, meg elvileg a háló azok ezekkel a közösségekkel foglalkozik, akkor próbáljunk meg nekik segíteni kívülről. És ez igazából, ez tizen sok éve volt, amikor ez elindult, és nagyon sok fejvakarással járt, hogy kívülről egy zárt közösségnek hogyan lehet segíteni, ami azon alapszik, hogy kapcsolódnak egymáshoz az emberek, ismerik egymást, tudnak egymástól, kicsit hordozzák egymást életét. És aztán nagyon sokféle tevékenységbe fogtunk. Nagyon élvezetes volt, nagyon jó dolog volt, hogy ilyen szakmai napokat szerveztünk, oktatásokat szerveztünk, kiállítást. És ezek között volt az egyik az, hogy csináljunk kiadványokat. Például azért, mert azt láttuk, hogy a felnőtt közösségeknek nagyon nehéz tematikát találni a beszélgetésükhöz. Amikor már nem az a téma, hogy mi történt veled az elmúlt két hétben, vagy egy hétben, hanem valami közös téma is kellene, akkor ebben talán tudhatunk nekik segíteni, és igazából az összes kiadványunk, ami itt van az asztalon, erről szól, hogy hogyan segíthetünk a közösségeknek, hogy tudjanak beszélgetni, tudjanak olyan tematikát találni, ami mentén érdemes tovább menni. Nem csak témát hozunk, hanem módszertant is általában. De kicsit előre szaladtunk, menjünk először csak a kártyajáték felé, a hangoló felé. Ez azért hangoló, mert a zenélés előtt be kell hangolnia a hangszereket. Amikor több helyről megérkeznek az összejövetelre a közösség tagjai, akkor általában még mindenki ott jár, ahonnan jött. És,
és valahogy a fókuszt egymás felé irányítani, arra születtek ezek a kérdések, nem a mi ötletünk volt, Babály András atya ötlete volt ez a kártyapakli, de mi alkottuk hozzá a kérdéseket, mi, tehát végül is mint termék azt mi csináltuk, és nagyon élvezetes volt olyan kérdéseket összeírni, ugye te azt mondtad, hogy a válaszok jönnek a kártyából, nem, a válaszok belőlünk jönnek, és ez az izgalmas. A kártyában kérdések vannak, és mindig más válasz. Hogyha most kérdeznéd meg ugyanezt, most húznám ugyanezt a kártyát, most valószínűleg valami egészen másokat válaszolnék. És arra a pillanatra ez nagyon jó. Nekem nagyon nagy élmény ezzel a kártyapaklival, például az, hogy egy családi összejövetelnél is elővettem. Sok bátorságot kellett előszedni hozzá, mert kicsit féltem tőle, hogy mi lesz belőle, de működött, és több kör is körbe ment, és többen nagyon élveztük, akik benne voltunk, tényleg tudtunk egymástól is újat meg, miközben olyanokkal voltunk együtt, akikkel együtt élünk. Az igaz, hogy a család utána mondta, hogy ez nagyon jó volt, de ez nagyon veszélyes, többet ne csináljuk. Viszont utána jöttek, hogy másokkal viszont szívesen és újra vásároltak, illetve volt, tanúja voltam, vagy talán benne is voltam, amikor egy cserkészvezetőképző tiszt jött a hálóba, és azt mondta, hogy ő ilyet kér. És mondtam, hogy jó, ilyet lehet venni, mennyit kérsz? 100-at. És akkor egy ládával vitt, mert hogy a cserkészeknek, a vezetőknek, mindenkinek vitt. Egyébként itt én elmondanám, hogy nekem az összes kiadvány közül ez a nagyon-nagyon nagy kedvencem, és voltam már a Bonum TV-ben, és többször elmondtam ezt, hogy én nagyon-nagyon hasznosnak tartom családoknak, és komolyan mindenkinek ajánlanám, hogy próbáljon meg a családdal erről beszélgetni így advent, karácsony kapcsán. Tényleg meglepő válaszok fognak születni, és én az anyukámról, amikor 79 éves volt, olyan dolgokat tudtam meg, amit addig még soha, csak ezzel a kártyával. Tehát én ezt tényleg nagyon hasznosnak tartom, és gyerekekkel is nagyon jól játszható egyébként. Tehát én nagyon hálás vagyok nektek azért, hogy ez elkészült. És egyébként pedig nagyon sokan nagyon hálásak ezekért a tematikus könyvekért, amiből az utolsó, a legutóbb elkészült ez a Kint és Bent kiadvány. És pont tegnap jött be egy hölgy, és megvette az összeset, mert mondta, hogy ő már kifogyott az ötletekből, és hogy ez nagyon jó neki, hogy végig tudja a kis közösségében ezeket a különböző köteteket beszélgetni tud róluk, és ez egy hatalmas segítség. És gondolom ez volt az, amit mondtál, hogy ezért is alkottátok őket meg. Ezekről még egy pár röviden tudnál nekünk valamit mondani? Igen, ők módszertant és témát kínálnak bizonyos közösségi összejöveteleknek. A felütés volt az első, ez ugye nekem nagyon fontos mondani, hogy nem a ökölvívásból van ez a műszó, hanem ez is a zenéből jött. Ez valami olyan, ami után következik már a dallam. Ővel az volt a célunk, hogy az induló közösségeknek a felmerülhető témáit végigvegyük, és végigbeszélgettessük róla a közösségeket. És aztán nagyon különböző helyzetek voltak. A Saru nélkül az egy hálótábor tematikájára készült, és apostoli személyeket állít a közösségek elé, róluk lehet beszélgetni. És ennek megfelelően talán februárban vagy márciusban határoztuk el, hogy ezt megcsináljuk, és augusztusban ott volt kézben. Az nagyon jó volt. Ennek az ellentetje a Kint és Bent, az utolsó, amikor a teremtésvédelmet szedtük elő, mondván azt, hogy most ez nagyon élő téma az egyházban, és foglalkozzunk vele mi is, és foglalkozzanak vele a kis közösségek is. Hát ez közel 3 év volt, mire összeállt, mert annyira azt éreztük, hogy olyan helyekre nyúlunk, amikhez nem értünk, amikből még több tudás kellene, és úgy lassan állt össze, hogy nem fogunk tudni a végére érni. És akkor elhatároztuk most, hogy így nézem, valószínűleg ez lett a legvastagabb, tehát elhatároztuk, hogy nem is törekszünk teljességre, hanem azt adjuk, ami van. De nagyon szépen köszönjük, és remélem nagyon sok kis közösségnek segíteni fognak ezek a kiadványok. Köszönöm szépen, Robi. Én is köszönöm, meg a visszajelzést külön köszönöm, mert nagyon ritkán érkezik.
Én akkor biztatok mindenkit arra, hogy használják ezeket a kiadványokat, és akkor várjuk a visszajelzéseket is. És akkor én most a Robitól átadnám a szót Andrásnak, aki még egy kiadványunkról fog beszélni, ez pedig a Tarsoly újság, aminél bennem az a kérdés merül fel, és arra kérném, hogy az András válaszoljon nekünk, hogy itt 2020-ban, amikor szinte mindenki már online olvassa a híreket, a könyveket és minden mást, akkor miért érezted azt, vagy éreztétek azt a szerkesztőkkel, hogy újra életet kell lehelni egy papíralapú kiadványba? Nem teljesen papíralapú. A honlapunkon és egyéb módokon is tudjuk, tehát elektronikusan is ez elolvasható és megtalálható. Amióta a háló van, azóta van Tarsoly újságunk. Tényleg hosszú-hosszú évekig ment, és egyre fejlettebb lett, előbb-utóbb megjelentek benne a rovatok, néha némelyik színes is lett egy picikét, és volt néhány év szünet, akkor valahogy azok, akkor, amikor megszűnt az előző központunk, és akkor valahogy a vákumba kerültünk egy picit, és akkor a Tarsoly is úgy valahogy úgy leállt, és akkor most másfél évvel ezelőtt volt egy hölgy, aki egyébként a kézműves szakkörünk egyik kulcs embere is, Szép Laki Marika, mindenképpen hangozzon el itt a neve, mert én most őt helyettesítem tulajdonképpen. És Szép Laki Marika azt mondta, hogy miért nem csinálunk András újra Tarsolyt. És akkor az ő lelkesedése és az ő odafigyelése és kitartása oda vezetett, hogy másfél éve újra évente háromszor körülbelül megjelenik ez a Tarsoly nevű kiadvány. Nagyon sok kép van benne. A papíralapra visszatérve, az igazi eredeti kérdésre, azért gondoljuk ezt, mert vannak olyan szituációk, vannak olyan helyzetek, amikor kézbe kell adni dolgokat. Van, amikor ez a papírszag szükséges egy picit. Amikor beszélgetek valakivel a hálóról, akkor oda viszem hozzá, és nem mondom, olvasd majd el, hanem oda tudok neki valamit adni. Adhatóságnak van egy értéke az én számomra. Én nagyon-nagyon sokat ülök a munkahelyem miatt, meg a háló miatt, meg egyébek miatt a számítógép előtt. Már nem annyira szeretek, tehát ilyeneket olvasni én papíron szeretek. Vannak olyan könyvek, amik megvannak elektronikusan nekem, de megveszem mégis papír alapon, mert jobban szeretem a papírt olvasni. Nem szeretek már a képernyő előtt ülni, tehát ez egy érték önmagában szerintem, az, hogy valami kézbe fog adható. A Tarsollyal az a egyik célunk, hogy egyrészt a hálóhoz tartozó emberek is halljanak és lássanak valamit, kaphassanak értékeket, illetve olyanok, akik nem ismerik a hálót, valahogy beleszippanthassanak ezen keresztül, még ha cserepeken keresztül is a háló életébe, a háló lelkületébe, picit megérezhessék azt, hogy mi is az a háló. Nem közvetlenül szólnak a cikkek a hálóról egyáltalában, de valamilyen módon mégiscsak. Nagyon sokszínű, az egyik nagy értéke a Tarsolynak, szerintem, hogy sokszínű, hogy értékes dolgok vannak benne, nagyon sok az interjú benne, vannak benne szinte tanulmányok is, de vannak benne akár beszámolók is dolgokról. Nem olyan újság akar lenni, amelyik a friss híreket, nem az a jellege, nem az. Viszont az, hogy értéket közvetítsen, és egy picikét a háló lelkületét közvetítse, ez mindenképpen célunk. És hát tulajdonképpen ez az, amit azt hiszem legfontosabb erre a Tarsoly újságról tudnunk. A mostani Tarsolyt én megmutatnám. Egyébként ez az a Tarsoly újság, amiben Katko Tamással és a Kolta Galériáról egy elég hosszú cikk van, és ugyanúgy, ahogy a kiadványok, a Tarsoly újság is elérhető a Semmelweis utcában, és nagyon sok régi Tarsoly újságunk is van még, tehát hogyha valaki szeretne beleolvasni, akkor jöjjön el hozzánk, és nagyon szívesen adunk neki. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést mindenkinek, és akkor, hogy kicsit rá oda megyek, és megnézzük a hölgyeket, hogy mi a helyzet velük.
És akkor, ahogy ígértem, zökkenjünk vissza egy kicsit az adventi hangulatba, és itt a hölgyek nagyon-nagyon-nagyon ügyesek voltak, és ez alatt a rövid idő alatt nagyon-nagyon sok mindent elkészítettek itt nekünk. Tehát szerintem gyönyörű mézes kalácsok születtek, nagyon szépek lettek ezek az üdvözlőkártyák, vagy képeslapok is, és hát ezek a hőre keményedő díszek is, azokból is készült több, amit említett az ági halalapú, vagy újakból csillag, szintén halak. Azt szeretném még kérni tőletek, hogy azért egy pár mondatban meséljetek el nektem, hogy ez, amit már többször említettünk, ez a kézműves és kultúrkör itt a Budapesten, a Semmelweis utcában, ez miről szól, miket csináltok, miért érzitek ott esetlegesen jól magatokat? Két hetente csütörtökön találkozunk 10 órától 12-ig, és különböző tárgyakat készítünk a Szép Laki Marika vezetésével. Hát például ilyen karácsonyi filcdíszeket, ezt tavaly készítettük, a karácsonyi mézes azon kívül mindenféle. De ahogy látom, egyébként ugye, koszorúkat is. Igen, tehát hát, ez most ebben az időszakban, igen. De korábban is azért, igen. Hogy haladjunk a korral, itt maszkok igen. Is készültek, tavasszal, a szükséghoztak, maszkot is. Akkor vartok is. Igen, tehát, vartunk bevásárlószatyrot, például függönyből. Mit csináltunk meg? Nagyon sok mindent csinálunk. És ez a kézműves? Ez a kézműves, ez a minden második héten. És most tavasz óta minden, a kimaradó csütörtökön, hogy sűrűbben tudjunk találkozni, Marika kitalálta ezt a kultúrkört. Első alkalommal egy színdarab első felvonását néztük meg, utána pedig a szerzővel találkoztunk, feltehettük neki kérdéseinket, vagy elmondtuk a véleményünket a színdarabbarról. Tulajdonképpen, aki szeretne hozzátok csatlakozni, az csütörtökönként 10 órakor megtaláljuk. Amivel már a vírushelyzet ezt lehetővé tenni, akkor szeretettel várjuk benneteket. Az új tagokat, igen. Nagyon szépen köszönöm. És akkor, hogy tovább adventezzünk egy kicsit, Orosz István atya már itt van velünk a vonalban, Zoomon, és akkor ő fogja megosztani velünk az adventi gondolatait, illetve utána Söngyűrit fogjuk megkérni, hogy egy picit zenéljen, énekeljen nekünk. Aki szeretne itt a stúdióban is tud csatlakozni az énekléshez, és remélem a képernyők túl, tehát a képernyék előtt ülők is esetlegesen énekelnek majd velünk, és akkor utána majd elbúcsúzunk. Tehát ez lesz a következő fejezet, hogy akkor most Orosz Istvánt kérném meg, hogy akkor egy picit meséljen nekünk a saját gondolatairól advent kapcsán. Szeretettel köszöntök mindenkit, mondhatnám dicsőség Jézus Krisztusnak, dicsértessék a Jézus Krisztus, és az adventtel kapcsolatban szeretnék megosztani néhány gondolatot. Azzal kezdeném, hogy az advent egy picit nálunk görögkatolikusoknál más, nem is így hívjuk, hanem készületi időnek, bűnbánati időszaknak is 6 hetet ölel magába. Azt gondolom, ez külsődleges dolog. A lényeget tekintve nyugodtan mondhatom, hogy ugyanazt gondoljuk és ugyanazt értjük ez alatt az időszak alatt. Két példával kezdeném. Az egyik az egy tegnapi élményem. Az egyik fiammal egy szekrényt szereltünk szét, és szükség volt hozzá eszközökre. Voltak mindenféle eszközök, volt jó és volt rossz eszköz. Volt alkalmas és alkalmatlan eszköz. Ahhoz, hogy egy szekrényt megfelelően szétszedni, összerakni megtudjunk, ahhoz szükségünk van jó eszközökre. Ebben az érdekes időszakban, amit már március óta élünk a vírussal összefüggésben, egyre jobban érezzük, hogy szükségünk van vírusmentes dolgokra, eszközökre, helyekre, találkozásokra. És ez a két dolog juttatja eszembe azt, hogy tulajdonképpen nem más a várakozás, mint önmagamnak a felkészítése arra, hogy én jó eszköz lehessek az Isten számára, hogy vírusmentes, mondhatnám bűnmentes, lehessek a Jézus Krisztusnak a befogadására karácsonykor. Nem szabad azt sem elfelejteni, hogy tegnapi nap volt Római Katolikus Egyházban a szeplőtelen fogantatásnak az ünnepe, mi pedig ma ünnepeltük Szent Anna csodálatos foganását, nyilván két ünnepnek a tartalma az
megegyezik, és az Isten szülő a példakép a számunkra ebben, hogy hogyan lett Istennek, az Isten fia számára jó eszköz, hogyan lett vírusmentes, bűnmentes eszköz befogadója az Istennek. És egy picit nyilván a hálóról is beszélni kell mai nap, illetve hát ezen alkalommal, és a hálóban én azt értékelem, hogy találkoztam olyan emberekkel, akik gyengeségüket tudva igyekeztek sokszor erejükön felül energiát, anyagi áldozatot nem kímélve jó eszköze lenni az Istennek, nem tökéletes, hanem elég jó, kézre álló eszköze lenni az Istennek, és próbálták a bűn nélküliséget, a bűnösséget is úgy megélni, hogy a tökéletességre törekedtek. Ez mindig lelkesítő volt a számomra, és azt gondolom, hogyha egy picit valakinek van kapcsolata a hálóval, amik ez továbbra is lelkesítő lehet. Ezt nyugodtan összekapcsolhatjuk a karácsonnyal, de ha a karácsonnyal összekapcsoljuk, akkor a karácsonyt mindig érdemes és szükséges az örökkévalóság összefüggésében nézni. Hiszen én már őszülő, hát halántéka nem nagyon, de mondjuk a szakállam az erősen őszül, és kenyerem felét már elfogyasztva, nyugodt szívvel mondom, hogy dolgaimat és dolgainkat, benne a karácsonyt, benne a hálót, közösségeinket, megszólalásainkat, mindig szükséges, érdemes, jó lenne az örök élet összefüggésében nézni és szemlélni. És ha így nézem, akkor az életem nem más, mint az, hogy én Istennek kézre álló eszköze lehessek a végső találkozáskor. Karácsonyban is ezt akarom megélni, ezt kívánom minden kedves tévénézőnek és hálós ismerősömnek, barátomnak, hogy Istennek kézre álló eszköze tudjon lenni most a földi életben, és az örökké valóságban szintén. És így igyekezzünk a tökéletesség felé, a bűntelenség, a vírusmentesség felé, mert ott már igazán vírusmentes, bűnmentes, és a tökéletes isteni életnek lehetünk a részesei. Ebben segítsen bennünket ez az adventi, karácsony megelőző bőjt időszak is. Nagyon szépen köszönjük Orosz István atyának a gondolatokat, és áldott adventet kívánunk Istvánnak innen. És akkor én most megkérném Sön Gyurit, hogy segítsen nekünk. Itt közben a hölgyek készítettek olyan mézes kalácsot, ami látszik, hogy mire készülünk zenélésre, hogy a Szállást keres a Szent Család című dalt akkor gitárral adja elő nekünk, és igyekszünk csatlakozni az énekléshez. Szállást keres a Szent Család, de senki sincs, ki helyet ad. Nincsen, aki befogadja, őt kiégnek, s fölnek ura. Az idő már későre jár, a madár is fészkére száll, csak a Szent Szűz jár hiába, Betlehemnek városába. Legalább ti jó emberek, fogadjátok a kisdedet, házatokra boldogság száll, ha betér az égi király. Ne sír tovább, Szűz Mária, ne menjetek ma máshova, szállásunkat mi megosztjuk, kis Jézuskát befogadjuk. Szállásunkat mi megosztjuk, kis Jézuskát befogadjuk. Nagyon szépen köszönjük. És nagyon szépen köszönjük a nézőknek, mindazoknak, akik velünk tartottak, és nincs más ezek után, mint hogy mindenkinek áldott adventet.
és karácsonyt kívánjak, és akkor még egy mézes kalácsot azért bemutatnék itt, amiből látszik, hogy ez 2020-nak a műsora volt. Tehát a hölgyek láthatóan nagyon kreatívak, és tényleg ez történik mindig ezeken a foglalkozásokon. Még egyszer ezzel a kis mézes kalácssal is remélhetőleg utoljára ilyennel áldott karácsonyt, áldott adventet kívánunk mindenkinek.